Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsek mindenkit a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 jövőformáló tudomány keretében szervezett konferencián, amelyet egyrésztről a Magyar Tudományos Akadémia VEAB Gazdaság Jog és Társadalomtudomány Szakbizottságának Teológiai Munkabizottsága, másrésztről pedig a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola szervezett. Egyéni és társadalmi szolidaritás, a szeretet hatalma vagy a hatalom szeretete címmel. A konferencia online formában kerül megtartásra. Azt gondolom, hogy nagyon fontos sok szempontból ez a konferencia, részben azért, mert kapcsolódik a Magyar Tudomány Ünnepéhez, úgyhogy ilyen módon tágkörben is elérhető, illetve mivel rögzítésre kerül, ezért a későbbiekben is visszanézhető. Másrészt nagyon fontos ez a konferencia nekünk, mint teológiai munkabizottságnak is, hiszen látjuk, hogy egyre erősödve indulhatunk el azon az úton, amit én annak idején úgy fogalmaztam meg, hogy a teológia is a világ számára elismert tudományként jelenjen meg egyre markánsabban. Másrészt pedig nem kérdéses az, hogy ebben az zaklatott világban egyre nagyobb szerepe van annak a hitnek, amely hit nagyon szorosan képes az értelemhez is hozzá kapcsolódni. Ezt a témakört szeretnénk körbejárni ma, így a délelőtt, illetve a kora délután folyamán. Mindenkit kérnék majd tisztelettel, hogy úgy a nagyságrendileg a 10 perces időkeretet legyen szíves betartani. Inkább arra törekednénk, hogy egy-egy szempontot fölvillantsuk a témához kapcsolódóan azokból a területekből, amelyekkel foglalkozunk. Külön szeretném köszönteni az első panelnek az előadóit. Közülük is elsőként különös szeretettel és tisztelettel Udvardi György érsekatyát, aki jelenlétével támogatja a munkabizottságunk működését, és én bízom benne, hogy számíthatunk a szakmai, teológusi, pedagógusi kompetenciáira is a munkabizottságon belül a jövőben is. Köszöntöm a VEAB alelnökét, Garaci Imre urat, aki folyamatos szakmai és baráti támogatásáról biztosítja a Teológiai Munkabizottságot, amire valóban nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy tényleg a VEAB-ba integráltan, hatékonyan tudjunk működni. Szintén nagy szeretettel köszöntöm Huszár Pál elnök urat, a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnökét, aki a személyes, tényleges értelembe vett szeretetével és barátságával azt hiszem, hogy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehetnek a különböző felekezetek valóban testvérei egymásnak. Nagyon örülök neki, hogy Béres Tamás professzor úrral is itt együtt lehetünk ebben a virtuális térben, ugyanis a magam részéről nagyon fontosnak érzem, hogy az evangélikus oldal is képviseltesse magát, és ő, mint az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese, elismert teológus, kapcsolódjon be ebbe a munkába. Professzor úr egy köszöntőt ígér, de biztos vagyok benne, hogy egy picit ennél több is lesz, mint egy formális köszöntő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönöm Sebestyén József rektor úrnak, a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola rektorának, hogy aktívan részt vett a program szervezésével, és be fogja mutatni, hogy a hitéleti képzőintézményeknek milyen komoly szerepe van a társadalomban. És nagyon örülök neki, hogy Veres Gábor professzor úr is tényleges előadással tud kapcsolódni. Kérdéses volt, hogy a
technika ezt lehetővé teszi-e. Professzor úr az, aki hát évtizedek óta, hadd használjam ezt a szót, szeretettel támogatja a Veszprém Érseki Hittudományi Főiskolát mindenféle szervezési, különösen is minőségbiztosítási kérdésekben. Így nézne ki az első panel, és akkor nagy tisztelettel átadnám a szót Udvardi György érsek úrnak. Nagyon köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, a munkacsoport tagjait, főiskolánk részéről résztvevőket, illetve mindenkit, aki most részt vesz ebben a konferenciában. Köszönöm a megszervezést is, én is részese lehetek ennek a konferenciának, és szeretnék itt is köszönetet mondani az elmúlt éveknek az együttműködéséért. Hiszen ebben a közös munkában azt gondolom, hogy a tudományok együttműködését láthatjuk, egy egységes látást, a teremtményi létnek a misztériumát tudjuk felfedezni a különböző tudományágak tevékenysége során. Mégpedig, és fontosnak tartom, hogy a végső cél szerinti rendező elv alapján. Vagyis, hogy mi a végső célja annak, amit az emberről gondolunk, saját magunk személyes és közösségi, vagy hogy a témánk is ma jelzi társadalmi vonatkozásában. Az én figyelmem az emberre és a jövőre irányul, mégpedig ugyancsak a mai témát szem előtt tartva. Alapvetően öt nagyon rövid gondolatot szeretnék érinteni, az ember és a jövő viszonyát, hit-kultúra viszonyát, a keresztény teológia előtt álló feladatokat, ez szerintem izgalmas lehet, és két kiemelt feladatot is szeretnék a témánkkal kapcsolatban érinteni, és befejezés utolsó gondolatként pedig a krisztusi ember identitásáról néhány rövid gondolatot. Én nagyon fontosnak tartom azt a megállapítást, miszerint jövője az Istennek van. Úgy, hogy ő örök. Tehát akár még mondhatnánk, hogy nincs is rá szüksége, és mégis van. És jövője van az embernek, a teremtményének, aki egyébként képes ezt az isteni létet felfedezni, Istennel kapcsolatba kerülni, mégpedig éppen a személyesség okán. Nem pusztán a teremtményi léte okán, nem a törvények okán, nem pusztán a szabályok okán, hanem a személyessége okán. Az ember léte nélkül nem szükséges, vagy talán nyugodtan mondhatom, értelmezhetetlen is jövőről beszélni. Milyen jövőt szeretnénk, mert ezek a kérdések, amelyek a címben megfogalmazódtak, illetve a bevezető gondolatok tartalmaznak, ezt sugallják, milyen jövőt szeretnénk, és hogyha ezt a kérdést tesszük fel, én magam részéről, és egyre inkább meggyőződéssel vallom, az a kérdés, hogy milyen emberről gondolkodunk. Tehát, ha milyen jövőt szeretnénk, az a kérdés, milyen embert gondolunk, milyen emberről gondoljuk, hogy van jövője. És természetesen ez nagyon komolyan fölvetődik, akár gyakorlati, akár ideológiai megközelítések okán is, hiszen egyre inkább látjuk, hogy az emberek nagy része számára a jövő az szinte eltűnik, vagy leszűkül, egyre közelebb jön, és egyre kevésbé képes egy jövőt, egy távolabbi jövőt elgondolni maga számára. Ez pedig nyilvánvalóan lényegileg érinti az ő személyes identitását, személyes magatartását. És ugyancsak, ha ideológiai oldalról közelítjük, akkor pedig látjuk, hogy új ideológiák alakulnak ki, amelyek alapvetően kérdőjelezik meg, vagy próbálják megválaszolni, ki az ember, ki mondja ezt meg, és mennyire kötelez ez bennünket bármire is. És ugyanígy fontosnak gondolom a jövő és az ember kapcsolatában kiemelni Jézus Krisztus megtestesülésének a tényét, ami nem pusztán, meggyőződésem, nem pusztán teológiai valóság, hanem az emberi
történelem, az emberi történésnek egy megkerülhetetlen pontja, nem csak mint tény, hanem mint egy isteni valóság, és mint az ember jövőről való gondolkodásának a módszere is, hiszen emberré lesz, belép az ember életébe. Második kérdéskör, amit fontosnak gondolok, a hit és a kultúra viszonya. Szent II. János Pál pápa mondott egy alkalommal, az a hit, amely nem teremt kultúrát, valójában nem hit. És ezt bizony látjuk, és azt is látjuk, hogy az eltérő hitek a világban, akár vallási hit is, eltérő kultúrát hoz létre. Akár lényegileg különböző kultúrát is, pusztán a hit elvek, vagy a hit meggyőződés alapján. Hát ennek a nehézségeit is látjuk, vagy ennek a kiéleződését is látjuk, akár napjainkban, és akár ez ölthet hatalmi, vagy ideológiai szintet is, vagy éppen ez utalhat a címben megfogalmazott gondolatsorra is. És ugyancsak fontos ebben az összefüggésben is, tehát a hit-kultúra viszonyában is utalni arra, hogy valójában az ember tud hinni. Az embernek van hite. Minden más teremtmény nem rendelkezik ezzel. Milyen feladatok állnak a teológiánk előtt, intellektuális feladatok milyenek? Fontosnak tartom elmondani, hogy amit itt kiemelek, ezt Ratzinger bíboros úr fogalmazta meg a Mustármag reménye című könyvben, ami legalább 50 éves könyv. Nem féltem ezt mégis előhozni, mert teljesen aktuális. Ő három területet jelöl meg, mint intellektuális feladat. A szeretet étoszának a pontosítása, megfogalmazása, illetve jelenvalóvá tétele az ember a társadalom számára. Második ilyen nagy terület a személy, személyiségnek a kérdése, hiszen látjuk csak az elmúlt hónapoknak az eseményeiben, a pandémiára gondolok, például a tanításban, az oktatásban sok mindent át tudunk adni információként, de amennyiben a személyesség hiányzik, vagy leszűkül, akkor bizony ez az értelmezést is gyökeres mértékben befolyásolhatja, és még nem tudunk, nem rendelkezünk igazán következményekkel a személyesség hiányát illetően a növekedéssel kapcsolatban. Hogyan történik a személynek, az egyénnek a növekedése akkor, amikor a személyesség korlátokat kénytelen elviselni. És ez a témák szempontjából is fontos, hiszen a cselekvés, a szolidaritás, a társadalmi megjelenése az egyéni meggyőződésnek, az mindig személyközi, mindig interpersonális, és ebben a kapcsolatban nincs csak adófél és csak elfogadófél, hanem aki ad, ő is kap, aki elfogad, ő is képes ajándékot adni a másik ember számára. Ez is szükségessé teszi a jövő társadalmáról való gondolkodásunk okán a személyről való gondolkodást, megerősítését is. A harmadik ilyen intellektuális feladatként ez a könyv a hétköznapi spiritualitásnak a fontosságát jelöli meg, mégpedig transzcendens spiritualitásról beszél. Tehát az a fajta elgondolás, ami egyfajta életvezetés, életvitel, életmód, vagy az emberen túl nem mutató spiritualitást hordoz, ezek segíthetnek helyjel közzel, valójában a lényegi kérdésekre nem tudnak választ adni. Itt két dokumentumot szeretnék kiemelni. Az egyik 3 évvel ezelőtt Ferenc pápa a Gaudete et Exultate dokumentumban a mai élet, mai ember életfenségre törekvéséről fogalmaz meg nagyon világos, nagyon praktikus és ugyanakkor elszerű magatartásformákat, mindenképpen kerülve mind a moralizálást, főleg pedig a viselkedési szabályok leszűkítését. A második pedig, hát ez a dokumentum, amiről majd itt is még bővebben hallhatunk, a legutóbbi dokumentum, amit az egységről, illetve az együtt tartozásról adott ki a pápa.
Két kiemelt terület, amit fontosnak gondolok, a szolidaritást, illetve a jövő társadalmát illetően, csak utalok erre, az egyik a teremtett világnak a védelme, ami messze nem zöld kérdés, vagy éppen bizonyos periférikus területeknek az érintése, hanem sokkal inkább személyes kérdés, interpersonális kérdés ez is, hiszen amikor, csak egy példát mondok, amikor felelősen járunk el az energiában, anyagi javakban, a keletkezett szemét felhasználásában, ez ki nem mondottan is az utánunk jövő generációval való szerződést jelenti, rájuk való gondolást jelenti. A másik ilyen nagy terület, amit feladatként gondolok, az pedig a szolidaritásnak a gondolata, a reális közösségi élet és szolidaritásnak a gondolata. Nagyon világosan beszél erről a Caritas in Veritate dokumentumában 16. Benedek. Fontosnak gondolom ezt azért is, mert nagyon sok olyan kérdés is kering társadalmi kérdések között is, az emberrel foglalkozó kérdések között is, amelyek nem valósak, nem reálisak, nem az ember reális igényeire kérdeznek rá, és próbálnak választ adni. Tehát az élet realitásának a segítése, az értelmezés, a kérdezésnek a segítése, illetve a konkrét, közvetlen, reális szolidaritásnak a kialakítása közösségeinkben, illetve az egyénben. Hiszen ettől függ a végső jövő, illetve a végső cél szemléletében látjuk ezeknek az értelmét. Utolsó gondolat, mindebben meggyőződésem, hogy minden tudományág számára alapvető kérdés, hogy gondolkodásunkat a jövőről, a társadalomról, a szolidaritásról, a tudományról, a technikai fejlődésről, a Krisztusban fölismert ember alapján, a krisztusi antropológia alapján tegyük. Meggyőződésem, hogy ez sem szűkülhet le pusztán a teológia területére. Szükséges mind az egyéni, társadalmi, és fontosnak gondolom, hogy ez az antropológia az intézményi működés egészében is jelenjen meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Talán ez az 5 pont későbbiekben is használható lesz. Nagyon szépen köszönjük, Érsek atya. Úgy gondolom, hogy ezt az 5 pontot a Teológiai Munkabizottságnak is érdemes mindenképp napirenden tartania, majd a következő időszak munkaprogramjának kialakítása során. És átadnám a szót Garaci Imre alelnök úrnak két technikai megjegyzéssel. Az egyik, hogy közben vannak technikai kockázatok, tehát a részben írták, hogy sokszor ingadozik a hang, illetve az előbb nekem elment a kép is. Hogyha ilyesmi történne, akkor alelnök urat kérném szépen, hogy segítsen majd ki, és ha én nem vagyok elérhető, akkor vegye át adott esetben a levezető elnöki tisztet. Parancsolj, Imre, tiéd a szó. Köszönöm szépen, és a technikai segítségünk figyeli ezt a problémát, és megpróbálja megoldani, tehát ő látja a saját képén ezeket a problémákat, tehát rajta vagyunk, hogy ezek megoldódjanak. Az előadással kapcsolatban én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és a meghívóban ugye felsorolásra kerültek azok a kérdések, amelyek azt gondolom, hogy nagyon kardinális kérdések a jelenlegi világállapotban. Tehát úgy gondolom, mindegyik kérdés felitalálat abból a szempontból, hogy nem csak a teológia, de több tudomány is interdisziplinárisan foglalkozzon ezeknek az értelmezésével és megoldásával. Én magam egy készülő tanulmányom kapcsán a szabadság, az egyén, egyéni közösségi, társadalmi szabadság kérdésével foglalkozom, és 6 tételmondatban, ugye a rövid idő miatt 6 tételmondatban tulajdonképpen csak felvettem ezeket a
kérdéseket, illetve egy-egy megoldó válasz kísérletet teszek rá. Hát azt gondolom, hogy az autonómia és az autoritás szempontjából nagyon fontos áttekintenünk a jelenlegi szabadság fogalom értelmezéseket, de azt kell látnunk, hogy az üzleti marketing fogyasztói, a mainstream sajtó által, tehát a fake news sajtó által uralt világban a szabadság kérdését, szabadság értelmezést is teljes mértékben megpróbálják kierőszakolni és kisajátítani. Abból a szempontból, hogy ezzel ugye a fogyasztói társadalmi magatartást segítsék elő. Ugye ennek már nagy irodalma van az elmúlt évtizedekben. Ugye ennek a fő jelszava az, hogy eljött a mindent lehet világa, az anything goes. Na most én azt gondolom, hogy mit tehetünk ezzel szemben, semmi mást, mint sem a klasszikus szabadság fogalommal, szabadság értelmezésekkel foglalkozó klasszikus irodalmakat tegyük elő, és ezeket próbáljuk meg a saját korunkhoz hozzá gondolni. Itt Szent Ágoston, Immanuel Kant, John Stuart Mill, John Rawls és Hannah Arendt gondolataira és munkásságára célzok elsősorban. Hát nagyjából ez a bevezető gondolatom, hogy mindezzel segítenénk elő tisztába tenni a mai szabadság, közösség és ember fogalom értelmezés összefüggéseit. A második tételmondatom, ugye Kant nagyon fontos alapvetést tett azzal, hogy megkülönböztette a belső indíték és a külső világ ránk ható kauzális kapcsolatát. Ugye az egyik a tiszta ész, a másik pedig a gyakorlati ész vonatkozásában jelenik meg. És ugye a tiszta ész ugye az a metafizika alapvetően. Metafizika kevésbé tesz fel ugye szabadságra vonatkozó kérdéseket. Viszont a gyakorlati ész pedig a szabad akarattal foglalkozik. És ugye itt a külső kényszerekkel való viszony fontos. Harmadik tézismondatom, ugye Isaac Berlin megkülönbözteti a negatív és pozitív szabadság fogalmat. Ugye a negatív az, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi az, illetve mekkora az a terület, mekkora az a társadalmi mezsgye, ahol megengedett az egyénnek az önálló autonóm cselekvés. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen tériumorf megfogalmazás. A pozitív szabadság viszont a mindennek a forrását keresi. Tehát mi a forrása annak a hatalomnak, ami megszabja bárkinek, hogy az adott esetben így és ebben a mértékben cselekedhessen. Negyedik tételmondatom, mindenből következik a bensőségesség fogalma, aminek ugye nagyon érdekes módon egy elég komoly irodalma kerekedett a bensőségességnek, a szolidaritás és bensőségesség, ugye Richard Rorty, amerikai filozófus volt ennek az ászlóvivője. Itt a szabadságfok bensőségessége az adott társadalomban tölti be a mérlegel szerepét, tehát ugye valamiféle konszenzus az egyén és hatalom között. Pozitív szabadság, amikor az ember a saját urának tudja magát, és ugye a negatív szabadság pedig ugye amikor a külső követelmények vagy körülmények szabják meg, akár öncenzúra révén is a viselkedésünket. Itt ugye Maximilian Kolbe atya sorsát idézem föl, a vértanúért, aki ugye feláldozta magát, ugye, hogy megmentsen egy kétgyermekes családapát, ugye ez a példa rá. Fontos ehhez a tézismondathoz, hogy ugye mások rovására nem lehetek szabad, érzékelnem kell a szabadságom kereteit, határait. A szabadság nyilvánvalóan nem az egyetlen célja az embernek, noha egy nagyon fontos tényező. Téves a szabadság abszolutizálása.
ugye ez utópizmushoz kapcsolódhat. Sok esetben viszont ennek a kontroverz módja az, hogy az utópia lesz alapja egy szabadságigénynek. Ugye? Ez az utópizmus irodalma bizonyítja ezt. Pontos ehhez még a szabadság, az autonómia és az önkormányzat mindezeket különböző garanciákkal autorizálni. És ugye itt rögtön következik, és visszatartolok az első kézis mondatomhoz, hogy mindezzel már nagyon keményen kritizálhatjuk a fogyasztóiságban megvalósuló szabadságot. Mondok erre egy példát rögtön. Nemrégen egy családi eseményen két intelligens, 30-as fiatalemberrel ültem egy asztalnál, és szerettem volna velük értelmes dologról beszélni, mind a kettő felsőfokú végzettségű volt. Következő történt, hogy 2,5 órán keresztül arról beszéltek, hogy hogyan lehet egy 10 milliós autót 6,5 millióért megvenni. Hát ugye ez egy rendkívül fontos, hogy ez már belénk ivódott, belénk szűrődött. Ötödik tételmondatom, Giovanni Sartori eszmetörténész filozófushoz kötődik. Ugye a belső szabadság mondja az akarat szabadsága, a külső szabadság a cselekvés szabadsága, megkülönbözteti a politikai és a metafizikai szabadságot, és nagyon fontos, hogy a szabadságnak a belső lelki, spirituális, szakrális tere legyen az uralkodó dimenzió, nem pedig az empirikus, specifikus és gyakorlati szabadság. A kettőnek a harmonikus egyeztetése a cél. Hatodik tételmondatom, a nagy szabadságfilozófus Benjamin Constant a Régiek és újak szabadsága című könyvét állítja a középpontba. Ő ugye az antik és a modern szabadságjogokat hasonlítja össze. Legfontosabb tételmondata, hogy a mi szabadságunknak a magán függetlenség békés élvezetében kell állnia. Ugye ez egy nagyon-nagyon karizmatikus mondat volt 1790-es években, amikor ezt leírta, ugye a világromboló nagy francia forradalom időszakában. És itt ugye fontos Constantnál a hatalom megosztása, mint szabadsággarancia. A modern képviseleti rendszer ugye nagyjából innen veszi ugye a gyökérvilágát. De ugye mi történt? A pártok váltak ugye a képviseleti rendszer küzdőtereivé, a pártok pedig ugye tulajdonképpen a nemzetközi kapitalizmus és spekulációs kapitalizmus világában a pártok önállóan sajnos nem pártok maradtak, úgymond politikai pártok, tehát amelyek társadalmi autoritást fejeznének ki elsősorban, hanem a pártok gazdasági szervezetekké lettek. Értesztően Max Weber zseniálisan leírja több művében. Na most itt jön a nagy probléma, és ugye egy nagyon jó konferencia ötlet szerintem az, hogy ezt egyszer megnéznénk jogászokkal, közgazdászokkal, politológusokkal, teológusokkal együtt, tehát interdisziplinában, hogy vajon mi jöhet a pártok után. Hát azt gondolom, hogy a pártpolitika kora erősen lejárt. Nem csak Kelet-Közép-Európába, ugye a pántorgó Európai Unióba, hanem most az amerikai választások is ezt nagyon-nagyon jól reprezentálták. Hatodik tételmondatomhoz még John Rawls könyvét idézem, az igazságosság elméletét, aki társadalmi szerződéssel foglalkozik, a kvalifikált egalitarizmus kidolgozója, a vagyoni helyzet szabadság kapcsolatát, a tömegek erkölcsi fejlettségét, erkölcsi szellemi magasságát télozza, és az egyén sérthetetlenségét, a lelkiismereti szabadságot állítja a középpontba. Végső következtetésem, utolsó tételmondatom, hogy természetesen egy dolgot tudunk tenni, hogy teljes mértékben helyreálljon a lelkiismeretünk, ugye a szabadság problematikájának ingoványos területén, a maximális bizalom helyreállítása, hiszen ne felejtjük, hogy a bizalom egyszerre reménykedés és számítás. A szabadságot csak is, ugye a szabadság érdekében lehet és kell sokszor korlátozni. Erre látjuk ugye a pandémia, ami nem csak pandémia, hanem hagy vezessek be egy új fogalmat, infodémia is, hiszen hihetetlenül nagy kommunikációs
ugye a fake news-tól kezdve az őszinte feltárásig egy hihetetlenül nagy kommunikációs háború is zajlik a világon, aminek szintén elszenvedői, szenvedő alanyai vagyunk. A szabadság és igazságosság nagyon fontos itt, az egyén és a közösség autoritása, ami az aránya a szabadság. És befejező gondolatom az, hogy ugye Hannah Arendt szerint ugye az animal laborance emelkedett hatalomra az elmúlt évtizedekben. Én azt gondolom, hogy ideje átvezetni az animal laborance-t a homo faber világába, tehát a homo faber erkölcsi világába, és a hatalom legitimitását nem az erőszak, hanem a megtérült bizalom hát állítsa helyre. Én ezeket a tézismondatokat fogom a készülő tanulmányomban bővebben kifejteni, hiszen ugye Nándorra beszéltünk arról, és vissza is adom ezzel a szót, hogy szeretnénk megjelentetni a konferencia előadásait. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Így van, nagyon szépen köszönöm alelnök úr. Tervezik a kiadványt, még majd egyeztetünk, hogy ez a stúdiának a jelenlegi vagy a következő számába fog bekerülni. Az előadásokat tanulmány formájában, erről még egy e-mailt fogok írni minden előadónak, és átadnám a szót érsek anyának. Mérhetetlenül sajnálom, váratlanul el kell menjek. Jó konferenciát kívánok mindenkinek. Érdeklődésre hallgattam volna az előadásokat, sajnos erre most nem lesz lehetőség, de majd az írást szívesen olvasom. Szép napot kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Jézus Krisztus! Igen, és akkor tovább haladva Huszár Pál elnök úr előadása következik. Lehetünk-e testvérek egymással címmel? Elnök úr, adjon át szó. Nagyra becsült uraim! Máté evangélium a 23. fejezetének 8. versében ezt olvashatjuk. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Most a Szentírás parancsa értelmi egyértelmű, tehát mi mindnyájan testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban, vagy legalábbis annak kellene lennünk. Nagy kérdés, hogy mindenkor, mindenben meg tudunk-e felelni ennek a megállapításnak, avagy inkább parancsnak. Bizony gyakran végre nem hajtott parancsnak. Tanítványságunknak megfelelően egyértelműen pozitív választ kellene adnunk erre a kérdésre. Nos, éppen ebben a válaszadásban rejlik a nehézség, ebben mutatkozik meg leginkább emberi esendőségünk, gyarlóságunk. Ugyancsak a Bibliából ismerjük, hogy Káin, bár testvére volt Ábelnek, mégis galád módon megölte. Sajnos ez is megeshet még a vér szerinti testvérek között is. Találkozhatunk Jákob és Ézsau szintén nem igazán testvéri kapcsolatával. Úgy tűnik, a hamisság, a csalás sem zárható ki teljesen a testvérek kapcsolatából, például az elsőszülöttséggel együtt járó jogokról van szó. Az elsőszülöttség jogáért felkínált tál lencse fogalommá vált a mai közbeszédünkben is előfordul. Hasonlóképpen mindmáig élő szólásá vált a becsapott apa Izsák mondata is, idézem, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Két különös példát ragadtam ki önkényesen az Ószövetségből, mindkettő a testvérek közötti versengésről, féltékenységről tudósít bennünket. Akkor még nem is szóltam József esetéről, akit féltékeny testvérei rabszolgának adtak el, aztán majd Egyiptom főembereként találkozhattak vele, és József nem állt bosszút a vele galádul cselekvő testvéreim. Ilyen testvéri kapcsolat napjainkban is lehetséges, ahol az egyik testvér nem fizet rosszal a vele történt méltánytalanságért. Rám a fenti ószövetségi példák is arról tanúskodnak, hogy nem könnyű jó testvérnek lenni, pedig ezt várja el tőlünk az egyház ura Jézus Krisztus, akinek a nevében testvérek akarunk lenni szent akarással, vagy csupán annak hisszük, valljuk, mondjuk magunkat. Attól tartok,
az ember természete alapvetően nem lett jobb az ószövetségi kor után sem. Az idénként fel-fel lobbanó általános testvériség idézőjelbe, ott hivatkozzam csak a francia forradalomra, ennek az eszméje a legkisebb mértékben sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Más történelmi példákra is hivatkozhatnék, mert csak szavakban hirdették a testvériséget. Erre tehát nem alapozhatunk testvériségünk ügyében. Úgy gondolom, egyedül Krisztus Urunk tanítása, pontosabban annak a felvállalása és megtartása lehet segítségünkre ebben. Lelkipásztoraink folyamatosan arra intenek bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói, esetleg olvasói, de befogadói és megtartói is legyünk. Ez felelősséget ró ránk Jézus Krisztus mai követőire. Valakitől egyszer azt hallottam, hogy a Bibliát nem ismerő embertársaink, sajnos nagyon sokan vannak, rólunk, Krisztusban hívőkről, pontosabban a mi életvitelünkről próbálják megtudni, mit tartalmazhat a Biblia. Mert azt feltételezik rólunk, hogy mi keresztjének aszerint élünk, gondolkodunk és szólunk. Érdemes lesz elgondolkodnunk arról, hogy mennyi igazság van ebben az egyébként tulajdonképpen jó indulatú feltételezésben. Megítélésem szerint nekünk ezen a fórumon a krisztusi szeretet körében kell otthonosan mozognunk. Krisztus Urunk parancsa szerint szeresd fele barátodat, mint te magadat, Máté 19:19. Tehát nekünk, a Jézus Krisztusban hívőknek feltétlenül szeretnünk kell egymást úgy, amint önmagunkat szeretjük. Az elmúlt időkre visszatekintve bizony gyakran nem volt ez így. Azokon át komoly feszültségek, ellentétek jellemezték, sőt uralták a különböző keresztény felekezetek hívei közötti viszonyt. Szívesen mondanám, hogy manapság ez már nem így van, hogy ma már mindannyiunkat áthat az egymás iránti szeretet, a megértés, a jó indulat, de akkor bizony távol lennék az igazságtól, mert ez sajnos még mindig nincs így, noha bizony így kellene lennie. Krisztus Urunk mai tanítványai között az egyetértésnek, a kölcsönös megértésnek, az igazi felebaráti szeretetnek kellene uralkodnia. Úgy hiszem, nekünk ezen a fórumon is ennek előmozdítása jelentheti legfőbb feladatunkat. Igen, az a joggal kívánt állapot nem állt elő önmagától. Tennünk kell érte. Krisztus Urunk missziós parancsa is erre int, buzdít mindannyiunkat. Ebben a tekintetben nem számít, kinek van teológiai végzettsége, illetve visel-e bármilyen egyházi tisztséget. Ez a parancs mindannyiunkra érvényes, mulasztást követünk el, ha nem engedelmeskedünk neki. Az kétségtelen, hogy a közeli és távoli múltra jellemző feszültségek, ellentétek jelentős mértékben csökkentek, illetve alább hagytak. A mostanság minden év januárjában tartott ökumenikus imahét egyértelmű előrelépést, kedvező változást hozott ebben a tekintetben, bár azt sem hallgathatjuk el, hogy jelentékeny fékezőerők is működnek mindegyik oldalon. Személyesen is ismerik olyan egyébként szorgalmasan templomba járó embereket, akik valamiért soha be nem teszik a lábukat ezekre az alkalmakra. Történelmi okokból ezeket az alkalmakat mindig januárban tartjuk. Nem a legalkalmasabb időpontban, ugyanis általában az idősebb korosztály jelenti a céli közönséget, nekik pedig a hideg, a sikosság és a sötétség egyaránt komoly akadályokat jelentenek. Vannak gyülekezetek, amelyek önkényesen egy tavaszi időpontra teszik át ezeket a valóban nagyon fontos alkalmakat. Érdemes lenne országos méretekben is követni példájukat, hatékonyabbak lehetnének ökumenikus istentiszteleteink, és vélhetően nagyobb lehetne a résztvevők száma. Voltak esztendők, amikor a három történelmi felekezet hitoktatói számára ökumenikus alapon szerveztünk Veszprém megyében hitoktatói fórumot. 8 évig működött ez a kezdeményezés, amíg a Veszprém megyei önkormányzati közgyűlés elnökének egyházügyi tanácsadója voltam.
A politika közben elsodorta ezt a kezdeményezést, de többen is jó szívben emlékeznek rá, szívesen várnák a folytatást. Erre egyelőre nincs kilátás. A fentebb említett tevékenységi körömben évenként több alkalommal sikerült összehívnom Veszprém megye történelmi egyházainak vezető lelkészeinek tanácskozását baráti beszélgetésre. Egymás jobb megismerése érdekében egy kivételével minden alkalmunkat más-más felekezett épületünkben tartottuk. A kötetlen, nyílt és őszinte beszélgetések, a közös étkezések egy kedvező folyamatot indítottak el lelkipásztoraink között, amely remélhetőleg híveikre is kedvező hatással volt. Rendkívül fontosnak tartottam egymás alapos megismerését. Itt kezdődhet a barátság, amely az Úristen segedelmével testvéri kapcsolattá alakulhat. Istenünk iránti mélységes hálában említem 2019. szeptember 7-i közös hajó kirándulásunkat, amelynek során a három történelmi felekezet 450 híve utazott egy hajón Balatonfüred-Tihany-Balatonfüred útvonalon. Amint egy két órás hajóútba belefért egy ökumenikus istentisztelet dr. Korzenszky Rihályt Tihanyi Bence és Emeritus Perjel, Császár Attila, a Veszprém Református Egyházmegye esperese, valamint Gabnai Sándor Balatonfüredi evangélikus lelkész szolgálatával. Közben rá kellett jönnünk, hogy ugyanaz a víz van alattunk, ugyanaz az égbolt van felettünk, és egy hajóban evezünk. Az utóbbi természetesen csak jelképesen értendő, hiszen ennyi embert csak egy motoros hajó képes szállítani. Valóban testvéri közelségben érezhettük magunkat. Természetesen mindannyian azok maradtunk, akik, illetve amik voltunk. De kétségtelenül egy kicsit jobbá tett bennünket a közös élmény, teremtő és megtartó Istenünk közös dicsérete. Nem csupán bennünk résztvevőkben hagyott igen kellemes nyomot ez az együttlétünk. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspöktől hallottam az alábbi elismerő véleményt. Örömmel hallottam nagyszerű kezdeményezésetekről, ezt feltétlenül érdemes lesz folytatnotok. Magam is úgy így vélem, és várom a folytatást az Úristen segedelmével. A helyzet ismeretében nem véletlenül merülhet fel bennünk a kérdés. Valóban a lét és a nem lét határára sodródott a kereszténység a valaha keresztény Európa nyugati felében. Ha ez így van, akkor még inkább szükség van nekünk itt Európa közepén a testvéri együttérzésre. Különben elsodorhat bennünket az ár, az iszlám áradata. Ebben az aspektusban valóban komornak, akár reménytelennek is tűnhet a kereszténység jövője. Nekünk azonban ma is érvényes ígéretünk van az egyház urától, miszerint ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig, Máté 28:20. Ennek a tudata vezéreljen bennünket testvéri kapcsolataink építésében, gondozásában. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük, elnök úr! Az előadás nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is azt gondolom, hogy nagyon fontos információkat tartalmazott. Részben mondanám, vagy bátorítanám a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola rektorát is, hogy gondolkodjunk azon, hogy az ökumenikus hitéleti fórumot nem lehetne valamilyen módon felújítani, újra elővenni. Szerintem ez nagy lehetőség lenne mind a kettő, vagy mind a három egyház számára, illetve Feri, neked is mondom, hogy esetleg ebben gondolkodjál, segítsél, működjél együtt te is, hát ha akkor valamilyen gyakorlati, kézzelfogható gyakorlati vonatkozása is lehet a Teológiai Munkabizottság munkájának. Köszönöm szépen, és átadnám a szót Béres Tamás rektorhelyettes úrnak. Köszönöm szépen. Egyrészt a meghívás és a lehetőséget, hogy itt lehetek most evangélikusként. Másrészt pedig az, hogy,
hogy köszöntőként nem egy teljes előadást kell mondanom, vagy fogok mondani, hanem inkább csak néhány gondolatot annak kapcsán, hogy megragadta a figyelmem az, hogy a szervezők egy Bonhoeffer idézettel harangozták be ezt a beszélgetést. Ugye Bonhoefferre mi evangélikusok úgy vagyunk nagyon büszkék, hogy ugyanakkor naponta olyan teológiai értelmezési kihívások elé állít bennünket, amelyekre nem adunk egységes választ. És talán nem is meglepő ezek után, hogy ugyanakkor, hogyha nagyon idézőjelbe és nagyon hát némi humorral azt mondhatnám, hogy van néhány protestáns szent is, közéjük biztos oda tartozik Albert Schweitzer, és biztos oda tartozik Dietrich Bonhoeffer is, akkor ez nem csak az evangélikusok számára ilyen furcsán, nehezen megoldható feladat, hanem talán ökumenikus összefüggésekben is közös feladatunk lehet. Tehát miközben Bonhoefferre nagyon könnyen tudunk úgy hivatkozni, mint aki nagyon összefüggően és morálisan is rendkívül szigorúan fogalmazott meg jó néhány keresztény életelvet, például ami a meghívóban is szerepel, hogy a fegyelem tett szenvedés halál során éri el az ember az igazi szabadságot, ezek a szabadság stációi, addig ugyanakkor a teológiai igényessége, vagy bizonyos értelemben radikalitása nagyon, nagyon sok feladatot ad nekünk a mai napban, a mai napig is. Ugyanakkor Bonhoeffer aktualitását az is adja, hogy 75 éve halt meg ebben az évben, hogy 1945-ben a Flossenburgi koncentrációs táborban április 9-én Hitler személyes parancsára akasztották fel, mert hogy részt vett a von Stauffenberg féle összeesküvésben. Tehát voltak épp mártírnak kell tekintenünk, aki ugyanakkor részt vett egy összeesküvésben, tehát folyamatosan felvetődik az a kérdés is, hogyan lehet az, hogy a 20. századi egyik emblematikus, vagy egyik nagyon lényeges teológusa képes annyira tetlegesen fellépni az igazságtalanság megszüntetése ellen, hogy ezzel bizonyos értelemben áthágja a 10 parancsolat 5. parancsolatát. Szóval sok kérdés adódik vele szemben. Három nagy területet szeretnék felsorolni csak, amit lehet, hogy nem mindenki ismer, és amit nem fogok tudni most teljesen bemutatni, a megoldása pedig, ahogy mondtam, lehet, hogy mindannyiunk közös feladatává is előléphet. Az egyik ilyen nagyon lényeges gondolata ez, hogy a világ mély evilágiságában tanulunk meg hinni. Hát Bonhoeffer nagyon óvakodott attól, és mindenkit óvott attól, hogy létrehozzon olyan különleges, akár morális, akár szakrális kategóriákat a saját maga számára, ahova el tud menekülni a hétköznapok állandó igazolást igénylő feladatai vagy kötelezettségei elől. Tehát egészen odáig megy ennek a gondolatnak a kifejtésében, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy az ember előbb-utóbb, hogyha elég bátran, szabadon és felelősen él, akkor el fogja érni azt az állapotot, amikor valójában nagyon világosan nem a jó és a rossz között, és a jogos és a jogtalan között kell döntenie, hanem a jogos és a jogos között, és a jó és a jó között kell döntenie, vagy éppen a rossz és rossz között kell döntenie, vagyis önmaga előtt világosan megszűnik az a külső normarendszer, ami alapján meg tudná ítélni önmagáról, hogy helyesen cselekszik-e vagy nem. Ez a fajta morális zsákutca, ami a 20. századnak azért hétköznapi élménye, ezt hozzá kell tennünk, és a 21. nem különben, Bonhoeffert éppen ez vezeti el a teljes és radikális isteni valóságnak való önfel ajánlásnak, illetve hát kiszolgáltatásnak. Ehhez kapcsolódóan a másik ilyen nagyon mély és kimeríthetetlen gondolata az, hogy a végső előttiben élünk, és a végsőben remélünk, vagy a végsőben reménykedünk. Tehát a végső előttit, ugye hát ez a végső valójában, ez egy dogmatikai szakkifejezés, ez a die jüngste Zeit, mondjuk, hogy az utolsó idők, tehát hogy
De nem abban a történelmi értelemben, hogy érezzük már, hogy vége lesz a történelemnek, hanem csak abban, hogy minden történelemnek egyszer vége van, és voltak épp, talán ahogy Pannenberg is később megfogalmazza, a történelem a beteljesedés felé, a mennyekországa felé, Krisztus feltámadása felé vezet, de ezt nem tudjuk úgy becsempészni a hétköznapjainkba, hogy ismét, hogy megússzuk az ezzel kapcsolatos mély evilági elkötelezettségünket. Azt állítja itt Bonhoeffer, hogy az ember önkéntelenül is igyekszik megszüntetni ebben a végső előtti állapotban a végső és a végső előtti feszültségét, és erre két alapvető módszere szokott lenni, az egyik a radikalitás, a másik pedig a kompromisszumkeresés. Miután viszonylag hosszan beszél ennek a két csábító lehetőségnek az elégtelenségéről, végül azt állítja meg, hogy egyetlen egy toposz van a világban, az Isten ember, akiben az Isten és az ember a lehető legtisztább valósággal, realitással áll egymás mellett. Éppen ezért egészen addig, amíg őt el nem érjük, tehát amíg Jézus Krisztust nem tekintjük saját életünk konkrét keretének is, addig csak menekülésként tudjuk megfogalmazni, mint a radikalitás, mind a kompromisszumkeresés, mind az extremitás, mind az abszolút hajszolásának a lehetőségeit. És a harmadik ilyen máig feladatként itt előttünk álló Bonhoefferi gondolat, az úgynevezett vallás nélküli kereszténység. Nem Bonhoeffer az egyetlen, aki ezt megfogalmazza, bizonyos értelemben Karl Barth, sőt Paul Tillich is beszél erről, de talán Bonhoeffernél a életváltoztatóbb jellegű ez az igény. Nagyon sokszor beszél arról, hogy valójában, hogyha keresztények között kell beszélni a hitéről, akkor nagyon nehéz helyzetben érzi magát, mert fölöslegesen használja nagyon sok keresztény azt a szent szókincset, amelynek a feladata nem az volna, hogy az ember mondjuk bizonyos véleményeinek adjon hangot. Ezzel szemben pedig valójában fel is állítja azt a programot, amennyiben a kereszténység nem egyfajta mondjuk kulturális hagyomány, hanem mindig megújulni képes élő Krisztus hit, akkor ez a Krisztus hit alkalmas kell, hogy legyen egy olyan folyamatos kritikai eszközi használatra, amelynek segítségével az ember gyakorlatilag folyamatosan minden fennálló viszonyát meg tudja változtatni. Nagyon jelentősnek tartom ezeket a gondolatokat, és amikor ilyenekről gondolkodunk együtt, hogy szabadság, hatalom, szeretet, vagy a hatalom szeretete, és mindez be van ágyazva abba a mi általunk azért nagyon jól érzékelt nagy globális kérdésbe, hogy most szekularizáció, vagy szakralizáció, esetleg reszakralizáció legyen, amiben együtt tudunk mondjuk a jövőre gondolni. Szóval akkor ebben Bonhoeffer kifejezetten dönt a szekularizáció típusa mellett, és abban gondolkozik, hogy ez egy irreverzibilis folyamat, és hogy a keresztényeknek nem az a feladatuk, hogy tökéletesen mondjuk szentté tegyék a világot, hanem az, hogy kovászként éljenek benne. Azzal a realitás tudattal, hogy az igazi keresztény minden korban, még a legvallásosabb korban is fehér holló. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ennyit szerettem volna köszöntőnek átadni mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönöm. Számomra nagy élmény volt ennyire letisztult teológiát hallgatni itt az első panelünk közepén, és azt gondolom, hogy ez az az út, ami tényleg össze tudja kapcsolni a praxist, akár a tudományt, vagy a hétköznapok tudományt, meg az őszinte teológiát egymással.
és meg vagyok róla győződve, hogy viszonylag kevesen vannak, akik erre ennyire színes módon képesek. Ebben a folyamatban lehet valóban a Teológiai Munkabizottságnak kitüntetett szerepe, úgyhogy itt ezen a ponton is nagyon szépen kérnék mindenkit, hogy ezt a munkát folytassuk egyre növekvő erővel tovább, mert nagyon-nagyon lényeges. Átadnám a szót Sebestyén József rektor úrnak, a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola rektorának. A mikrofont... Köszönöm szépen, megvan, bekapcsoltam. Köszönöm szépen a munkabizottság elnökének is, tehát neked is, szakbizottsági elnök úrnak, alelnök úrnak, hogy lehetővé tettétek a mai napot, hogy megszerveztétek ezt a konferenciát ebben a nehéz vészterhes időben is. Alapvetően mind rektorként, mind a Teológiai Munkabizottságban való Teológiai Munkabizottság előadójaként is először debütálok a mai napon, úgyhogy megtisztelve érzem magam, és szeretettel üdvözlöm önöket. Nagyon fontos a Hittudományi Főiskola számára az, hogy élen járjon a tudományos innovációban, abban a folyamatban, amely választ keres arra, hogy hogyan építsük fel újra a jövőt. Itt Béres Tamásnak a gondolata nagyon fontos, hogy egyfajta reszakralizáció az, amivel az egyháznak is, és az egyház által fenntartott intézményeknek szembe kell nézniük, ami egyfajta feladatként is jelenik meg az egyház által működtetett, fenntartott nem csak oktatási, hanem szociális intézményrendszerben is. És itt alapvetően nem is annyira a tudomány, hanem inkább az intézmény oldaláról fogom megközelíteni a mai témámat. Azért is választottam probléma felvetésként is, gondolat ébresztőként is azt a kérdéskört, hogy egy képzőintézmény, egy hitéleti képzőintézmény milyen szerepet kell, hogy tudjon játszani az egyháznak a társadalmi szerepvállalásában, az egyház missziós tevékenységében. Ugye rektorként én magam is azt tűztem ki célul, hogy az oktatási alaptevékenység mellett látható módon bekapcsolódjak az oktatási intézménnyel, munkatársaimmal, hallgatókkal együtt az egyház missziós tevékenységébe. Valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy az lenne a feladatunk, hogy Krisztus arcát újra felrajzoljuk egy ilyen hitreti képzőintézmény homlokzatára. Nem az a kérdés ugyanis ebben az aspektusban, hogy jut-e szerep, van-e szerepe, kell-e, hogy jusson feladat az egyházi fenntartású hitéleti képzőintézményeknek a társadalom újraépítésében, hogy van-e társadalmi szerepvállalási potenciális lehetőség az egyház előtt a jövő formálásban. Ez a kérdés az akadémikus, inkább itt azt vizsgálnám meg, hogy melyek azok az imperatívuszok, amelyek az egyház szerepvállalását és az egyházi fenntartású képzőintézmények szerepvállalását sürgetővé teszik. Készültem egy rövid diasorral is, amelyet most meg fogok osztani, hogyha sikerül, akkor kérem jelezzék. Látjuk, igen. Akkor látjátok, látszik a dia, ugye? Jó, előadói látszik, vagy a rendes vetítés látható? A rendes vetítés látszik. Köszönöm szépen. Amit nagyon fontosnak tartok elmondani, és ezért köszönet jár, azt gondolom, a munkabizottság tagjainak a témafelvetés miatt is, vagy a témafelvetés okán, hogy nagyon örvendetes egy képzőintézmény számára, hogy a konferencia főbb célkitűzése az alapvetően
a globális válság által felszínre hozott társadalmi vagy nevelésfilozófiai, etikai kérdések vizsgálata, mert alapvetően egy hiteleti képzőintézmény, ugye a jövő tanárait, szociális szakembereit képezzük, természetesen léptennyomon felvetődnek a képzések során nevelésfilozófiai, etikai kérdések, társadalmi kérdések. Tehát, hogy alapvetően ez egy fő profilja a hiteleti képzőintézményeknek, úgyhogy saját magunk számára is azt határozzuk meg, hogy mi az egyén és mi a közösség felelőssége, az egyén és a közösség felelősségének a határait keressük és vizsgáljuk, akár műhely munkát, akár előadások keretében. Ezen határok megtalálása egyébként nem csak társadalmi, morális és nevelés filozófiai megoldásokat sürget, hanem feltételeznek egyfajta ezekre funkcionálisan építő és ezekhez funkcionálisan kapcsolódó az iskola, feltételezik az iskola szerepét, tehát az iskolának, mint intézményrendszernek, amely ehhez funkcionálisan kapcsolódik. És itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az ige és az univerzális erkölcsi rend hirdetőjeként megjelenő közösségként értelmezem mind az egyházat, mind az egyház működésében, vagy fenntartásában működő szociális és képzőintézményeket. Arról is fogunk beszélni, hogy mi az, ami univerzális erkölcsi rend hirdetőjeként tudja definiálni az egyházat, hogy mi alapján mondhatja magáról az egyház azt, hogy ő az univerzális erkölcsi rend hirdetője, és hogyan tud ez megjelenni a pedagógiában. Itt a következő dián csak felvillantásszerűen szeretném láthatni a magyar iskolarendszernek a nagyságát. Azért azt látni kell, hogy egy óriási, egy nagyon hatalmas, kiterjedt rendszerről van szó, amelyben az egyháznak azért nem csak az etika vagy a hit és erkölcs tantár tanításával kellene tudnia hatékonyan belépni, hanem sokkal integratívabb módon annál, mint sem, hogy egy-egy hitéleti vagy morális tartalmú tantárnak az oktatási feladatait ellássa. Látjuk, hogy nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan is nagy kiterjedésű rendszerről van szó. Amit elsőként meg kell vizsgálni az iskolarendszer kapcsán, és ez közvetetten meghatározza a képzőintézményeknek a feladatait is, az, hogy melyek az iskolarendszer társadalmi funkciói. Ezeket nagyon gyorsan, tételesen, nahalka szerint fogjuk végignézni. Az egyik fő funkciója a kultúra újratermelése. Itt ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a kultúra újratermelése az kapcsolódva akár az érsek úr gondolataihoz is, az azt jelenti egy iskola esetében, hogy a társadalom által létrehozott kulturális javak elsajátítása az markánsan meg kell, hogy jelenjen az iskola rendszerben, holott egyébként alapvetően ez hagyományosan a család feladata volt. Tehát sajnos vannak olyan szocializációs folyamatok, amelyek az elsődleges szocializációs szintéről, család szinteréről átterhelődnek, ha úgy tetszik, az iskola rendszerre, és ez új pedagógiai, új nevelési paradigmákat feltételez, új paradigmákat fog maga után vonni, hiszen olyan értékalapú nevelési feladatok jelennek meg az iskolában a családi szocializáció térvesztése miatt, amelyre egyébként nincsenek is felkészülve az iskolák, mi több nincs felkészülve rá a felsőoktatás, a tanárképzés, vagy legalábbis egy
kicsit fut az események után ezzel kapcsolatban ez a tapasztalat. A következő társadalmi funkció az egyének személyiségé történő formálása, amely az iskola rendszerben megjelenik. Ugye tudjuk, hisszük és valljuk, hogy a pedagógia egyik legalapvetőbb feladata az egyének személyiségé történő formálása. Mindig szoktam hangsúlyozni az előadásainkban, hogy vigyázat nem átformálja a személyiséget, a nevelői gyakorlat, a pedagógiai gyakorlat nem formálja, alakítja. Iskolarendszerként társadalmi funkciója van az egész rendszernek, annak a hatalmas nagy rendszernek, amely 3 éves kortól 16 éves korig bentartja a gyereket a rendszerben. A társadalmi szerkezet újratermelése vagy megváltoztatása, ugye itt már azért kezdenek megjelenni az etikai erkölcsi dilemmák is. Jó, hogyha a társadalmi szerkezetet újra termeli az iskola, vagy nem jó. Meg kell változtatnia az iskolának a társadalmi szerkezetet, vagy sem. Ezek már olyan kérdések, amelyek messze vezetnek, úgyhogy nem is mennék bele, azért mondom, hogy tételesen sorolnám fel ezeket a funkciókat. Ugye látjuk, hogy a gazdaság működésének az elősegítésében is jut szerep az iskola rendszernek. Szintén egy komoly etikai, erkölcsi háttérkérdést felvető funkció lehet a politikai rendszer legitimálása, illetve a társadalmi integrációnak a biztosítása. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a társadalmi integráció kapcsán látni kell, hogy ennek a megvalósulása az alapvetően szociológiailag az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésnek a kérdése. De egy felekezeti képzőintézménynek be kell azt látnia, hogy nem csak az oktatáshoz való hozzáférés mértéke konzerválja a különböző társadalmi rétegeket, hanem az oktatási rendszer kiegyenlítetlen színvonala, illetve a pedagógus hivatás nagymértékű eróziója, a jó minőségű, az adaptív pedagógiai munka, valamint a támogató szolgáltatásoknak, mire gondolok itt az iskola pszichológiára, fejlesztő pedagógiára, korai fejlesztés ezeknek a hiánya. Tehát a hitéleti képzőintézmények szerepvállalása, társadalmi szerepvállalása az oktatás területén, vagy az erkölcsi nevelés területén tényleg nem csak az oktatás, nem kizárólag hitéleti tartalmú tantárgyak tanításának a megszervezése, hanem sokkal komplexebb. Nyilvánvalóan evidenciákat sorolok fel, de azt gondolom, hogy rendszer szinten érdemes látni, kezelni az egyháznak ezt az egész kérdéskört, tehát nem feltétlenül abból az aspektusból, hogy hány köznevelési intézményt tartok fenn, hány felsőoktatási intézményt tartok fenn, hanem ez az intézményrendszer alkalmas-e arra, hogy az óvodától az érettségig, vagy a diplomáig, illetve a korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig ellásson alapvető fejlesztő feladatokat, amelyeknek természetesen velejárója az erkölcsi nevelés, a személyiség alakítása, formálása. Egy hitéleti képző intézmény ezekre a felismerésekre építve tudja egyébként meghatározni a saját társadalmi szerepvállását, és itt még mindig csak az oktatásról beszélünk, jó? Ez csak egy ábrája annak, hogy Nahalka, illetve a szociológia hogyan képzeli el az oktatási rendszer funkcióit. Nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy ezek a funkciók akkor állják meg a helyüket, az egyháznak az erkölcsi szerepvállalása, az erkölcsi nevelésben való szerepvállalása akkor válik teljesen, vagy azáltal válik teljesen hitelessé és sürgetővé, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen nevelésfilozófiai paradigmák jelennek meg a századfordulón, itt a 20.-21. századfordulóra gondolok, nyilván ahhoz kevés az időnk, hogy egy teljes nevelésfilozófiai paradigma rendszer végelemezzünk, de azt fontosnak tartom kiemelni, hogy onnan indul az alapprobléma, hogy már az óvodáskorú gyermek is azt éli meg, hogy az értékek viszonylagosak, és ezek az állandó, a változó körülmények függvényében léteznek, tehát
otthoni tapasztalatok által már ezzel az attitűddel, ezzel a hozzáállással kapcsolódik be a rendszerbe a gyerek. Egyébként Garaci Imre mondja az Erkölcsi Szocializáció és a Személyiség Esetlegessége című tanulmányában, hogy az egyre radikalizálódó szabadságvágy és a vele együtt járó bizonyosság nélküli lét jelenti a 20. századi nevelés filozófiai elméletek központi kérdéseit. Tehát az emberi esetlegesség az élet minden területén létjogosultságot nyer, így válik viszonylagossá és esetlegessé egyébként az egész keresztény éntudatunk vagy öntudatunk is. Nem szeretnék nagyon eltérni a tártól, de nagy valószínűséggel ennek az erőteljes migrációs hullámnak a hátterében az is állhat, hogy a muszlim világvallás felismerte azt, hogy a keresztények a saját hitrendszerüket elkezdték relativizálni. Elkezdtünk kételkedni a keresztény értékrend egyetemességében, alapvetésében. Ez a szemléletmód be is gyűrűzik az oktatási rendszerben, ugye ezért van fontos szerepünk, mint képzőintézménynek, hogy újra eljutassuk oda egyébként az egész intézményrendszert komplex módon, inherens módon, hogy azok a természeti erkölcsi törvények, amelyekhez immanens módon kapcsolódnak a keresztény valláserkölcsi tételek, azok egyetemlegesek, azok nem relatívak. Amit itt tenni tud a nevelés filozófiai paradigmaváltás kapcsán a nevelési oktatási intézményrendszer, az pont az, hogy bekapcsolódik az erkölcsi nevelésbe, a korai fejlesztésbe, a felzárkóztatásba és a tehetséggondozásba teljesen rendszer szinten. Ugye ezek mind a személyiséget célozzák, a személyiség fejlesztésre irányuló pedagógiai munkák, és ugye ezen az egész folyamaton keresztül lehet az erkölcsi nevelést, az erkölcsi fejlesztést a személyiségbe integráltan kezelni. A köznevelési törvény biztosít egyfajta garanciát arra, hogy a szakemberek, a nevelők és a tanárok biztosít egyfajta garanciát arra, hogy megvalósuljon az erkölcsi nevelés. Itt a kérdés inkább az, hogy a rendszert működtető szakemberek, nevelők, tanárok, gyógypedagógusok és fejlesztők maguk elhiszik-e azt, hogy az egyetemes és alapvető természetes erkölcsi tételek azok mindannyiunk számára egyetemlegesek. Azért hangsúlyoztam azt, hogy nem csak a hittantantár tanításával, oktatásával kell tudni az egyháznak választ adni ezekre a kérdésekre, hanem rendszer szinten azáltal, hogy egyre komolyabb mértékben vállal szerepet, akár intézmény fenntartás formájában, akár mondjuk a pedagógusok továbbképzésével abban, hogy ezek a felismerések, ezek a tételek beépüljenek a pedagógusok személyiségébe is, hiszen akkor tudják ezeket tovább adni. Itt tovább is lépnék, mert azt hiszem, hogy elfogyott az időm. Igen, szeretném is jelezni, hogy... Igen, köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy az iskola funkciója abban változott meg a korábbi pedagógiai korszakokhoz képest, hogy bőven túlmutat az ismeretátadói képességfejlesztői feladatokon, tehát sokkal intenzívebben megjelenik a fejlesztő funkció az iskolában. Tehát itt egy hitéleti képzőintézménynek az a feladata, hogy ezt felismervén a szakember képzésben ezeket a készségeket, ezeket a kompetenciákat átadja a tanároknak. Azzal szeretném zárni ezeket a gondolataimat, vagy ezeket a szempontokat, majd természetesen olvasni, ezek a szempontok olvashatók lesznek a tanulmánykötetben. Annyit szeretnék meg elmondani a végén, hogy amit a pedagógus és tanárképzési rendszer válaszként tud adni, vagy tud válaszolni ezekre az igényekre, az az, hogy
Egyrésztről megpróbálhatni a pedagógusok értékrendjére, tehát olyan tanterveket, olyan tanárképzési módszereket visz be a képzési rendszerbe, amely a pedagógusok értékrendjét tudja formálni. Természetesen a pedagógus pályához való pozitív érzelmi viszonyulásnak az elősegítése szintén képzői feladat, képzőrendszeri feladat, és fontosnak tartom egyébként a nevelői hivatás erkölcs lényegi tényezőjeként, ugye a hivatás tudatnak, a pedagógus étosznak a hajtó erejét, amely azt gondolom, hogy nem jelenik meg dominánsan a tanárképzésben, vagy jellemzően nem jelenik meg a tanárképzésben, tehát alapvetően olyan, mint egy szakképzés, szaktanárokat képezünk, de nem biztos, hogy kellő súllyal jelenik meg benne ez a pedagógus étosz a képzéseinkben. Szeretném azzal zárni, hogy három nagy szerepet tudok megjelölni, vagy kijelölni egy hitéleti képzőintézmény számára. Az egyik az értékmentés a meglévő intézményi rendszeren keresztül, módszertani megújulással. Itt azt tudom mondani, hogy az értékek sajátosságai mentén történő új értékszelekció, értékhierarchiák definiálása szükséges, tudjuk, ismerjük, hogy az értékek nem függetlenek egymástól és a körülményektől, erről sok filozófus, sok nevelés filozófus értekezik. A második és a harmadik beavatkozási terület, értékmentő beavatkozási terület, az új nevelési oktatási és szociális intézmények működtetésének az átvállalása, hiszen, ahogy hangsúlyoztam, a teljes rendszer integratív átformálására van szükség, annak a megértetésére van szükség, hogy alapvetően a keresztény értékrend, a keresztény erkölcs az a természeti erkölcsön alapul, és nem viszonylagos. Mivel túléptem az időmet itt, akkor abba is hagynám, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mindannyiunknak további jó tanácskozást kívánok, hogy mindannyiunknak további jó tanácskozást kívánok, hogy visszaadom a szót a bizottsági, munkabizottsági elnök úrnak, Birhard tanár úrnak. Nagyon szépen köszönöm, majd érdeklődéssel fogjuk olvasni a tanulmányt a kiadványba, amiről majd, ahogy mondtam, már küldök tájékoztatást. Elég erősen elcsúsztunk az idővel. Veres professzor úr eredetileg azt jelezte, hogy csak PowerPoint-os előadást küld, amit küldjünk körbe, és nem ad elő, most viszont itt van, és úgy néz ki, hogy be is tudna csatlakozni. Én azt javasolnám, hogyha a professzor úr tényleg itt van, akkor nagyon gyorsan, ha elmondaná mondjuk a központi gondolatait annak az előadásanyagnak, ami PowerPoint-os formában megvan, azt megköszönnénk. Mindenkit tisztelettel és szeretettel üdvözlök. Nem tudom, látható vagyok? Nem, de hallható. Akkor próbáljam csak a szöveget mondani? Igen, hát vagy inkább, hogyha szabad kérni, összefoglalni. Jó. Hát az előadásomban alapvetően a szeretet útját szerettem volna bemutatni Ferenc pápa Mindjárt testvérek című enciklika alapján. Az enciklikának ugye a címe, már Huszár Páról is mondta, Máténak a Mindjárt testvérek vagytok mondatból adódik. A lényeg viszont az, hogy minden ember a Teremtő Isten képmása, és ezért a felebaráti szeretet parancsa egyetemes minden emberre kiterjed. A mindnyájunk testvérek vagyunk anyagban, és szinte minden mai társadalmi kérdést érint a pápa. A társadalmunk alapvető jelen állapotában a szavak eltorzítása, a bizalmatlanság, az igazságnak a hatalom szerinti definíciója található. Most amit viszont fontosan kiemelnék, az az, hogy nem azt kell fürkésznünk ki a felebarátunk,
hanem a másikhoz közeledve a fele barátjává kell válnunk. Aztán ezt nagyon fontos megjegyeznünk. Kiemeli azt is, hogyha nem vagyunk irgalmas szamaritánusok, akkor vagy rablók vagyunk, vagy a véresevert ember mellett közömbösen elhaladók. Kiemeli a nyitott világ fejezetben, hogy a magántulajdonhoz való jog nem mindenek feletti. A földet a teremtő az egész emberi nemnek adta. A javak egyetemes rendeltetése megelőzi a magántulajdonhoz való jogot. Kihagyok akkor dolgokat. Kiemeli a jobb politika fejezetben, hogy mindenki számára biztosítani kell a munka lehetőségét, és a helyes politika célja a hosszú távú közjó lehet csak. Minden embernek elemi joga van az élelemre. Meg kiemeli, hogy a szabad piac nem oldja meg önmagában a gazdasági élet jó működését, szükség van egy aktív gazdaságpolitikára az államok részéről. Az egész mondandónak a talán középponti része a társadalmi szeretet, amely az áldott légy enciklikában, mint közösségi megtérést említi. A lényeg az, hogy itt a társadalmi szeretet az igazságon kell, hogy alapuljon, és a szüksége van az értelem és a hit fényére. Tehát még egyszer, társadalmi szeretet igazságon, értelmen és hiten kell, hogy alapuljon. Kiemeli a párbeszédben, hogyha nincsenek objektív igazságok és értékek, akkor helyettük csak az érdekek és a pillanatnyi szeszély maradnak. Egy társadalom akkor nemes és tisztelem méltó, ha őszintén keresi az igazságot, és ragaszkodik az alapvető értékekhez. Kiemeli azt is, hogy akkor is meg kell bocsájtani, ha a vétkes nem bánja meg tettét, és nem képes bocsánatot kérni. Azt hiszem, ezen sokan elvitatkoznának, és én nagyon fontosnak érzem, hogy mindannyiunknak komolyan kellene venni. Kiemeli, hogy a háborút el kell utasítani, az atomfegyverek teljes leszerelését el kell rendelni, a halálbüntetést el kell törölni. Kiemeli azt is, hogy Isten nélkül az emberiség elszegényedik, elveszíti reményét és távlatait. És végül pedig, részben el kell ítélni a terrorizmus minden formáját, amelyek hamisan hivatkoznak vallásos szövegekre. És befejezésül úgy fogalmazza meg, hogy Isten álmát kellene megfogalmaznunk, Isten országát, ahol boldog lehet a szegény, ahol újjonghat az éhező, mert jól lakik, ahol örülhet az, aki sírt, mert vigasztalást talál, a szelídek, az irgalmasságok és egy békeszeretők országát. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a rugalmasságot külön is professzor úrnak, hogy tényleg ennyire lényegre törően foglalta össze, vagy villantotta fel a Fratelli Tutti enciklika lényegi mondani valóit. Én azt gondolom, hogy egy 10 perc szünet után tudjuk folytatni, most van 11.25, 11.35-kor találkoznánk itt. Köszönöm szépen. Homicskó, Árpád, alelnök úrunk, dékán helyettes úr, a szociális orvosi jog kiváló ismerője beszél nekünk szolidaritásról és szociális gondoskodásról. Parancsolj. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egyben szeretnék gratulálni ehhez az igen színvonalas konferencia megszervezéséhez. Ebben az igen nehéz időszakban, amikor az egészségügyi intézmény rendszereink komoly kihívások előtt állnak, és az ebben tevékenykedő honfitársaink, orvosaink, szakdolgozóink, egészségügyi szakszemélyzet igyekszik helytállni és segíteni az országunk lakosságát abban, hogy ezen a nehéz időszakon túl legyünk. Az időkeretet figyelembe igyekszem majd venni. Én azt gondolom, hogy az előttem szólókhoz hasonlóan
csak vázlatosan szeretnék néhány olyan elemet kiemelni, ami álláspontom szerint meghatározó ebben a témakörben. Egyben köszöntöm a valamennyi jelen lévőt és mindenkit, aki ezen a mai konferencián részt vesz. A témám tehát a szolidaritás és a szociális gondoskodásnak a kérdésköre, és mielőtt részletesen vagy részletkérdésekbe belemennék, néhány általánosabb megállapítást szeretnék tenni, miért is fontos a szociális gondoskodás, miért gondolom azt, hogy ennek a kérdéskörnek fontos szerepe van, mind az egyházi, mind pedig az állami gondolkodásban. Ugye a szociális ellátásoknak a társadalmi rendeltetését vizsgálva azt láthatjuk, hogy valamennyiünk egy életpályát fut be, ugye megszületünk, tanulunk, dolgozunk, megöregszünk, és aztán pedig a lelkünket leszámítva, de testileg sem, nem mennék bele, de fontos az, hogy ugye az életünk, a világi életünknek van egy végső állomása is. Amit látni kell szociális szempontból, hogy ebben az életpályában olyan időszakok is előfordulnak, amikor ugye a saját munkánkkal nem tudunk megfelelő a fennmaradásunkhoz szükséges javakat előállítani, és erre a megélhetési, vagy mondhatnánk úgy is, hogy reprodukciós zavarhelyzetre valamiféle megoldást kell ugye találni. Ilyen esetekben pedig a megélhetéshez szükséges javakat ugye a termelőcikluson kívüli forrásokból kell az egyénnek fedeznie. Erre a tartalékok képzése szolgáltat ugye lehetőséget. Milyen tartalékképzési szinterek vannak? Hát a legegyszerűbb ugye az egyéni tartalékképzés, amikor mi magunk gondoskodunk arról, hogy nehezebb időszakban legyen megfelelő anyagi biztonságunk. Ennél egy magasabb szint a kisközösségi szociális támogatások, mint a családunk, vagy a lakóhelyi közösségünk, vagy egy munkavégző közösség, és aztán ugye a legmagasabb szint az az állami szint, az államnak a fellépése, az a történeti fejlődés során a szociális területen egyre inkább ugye szükségessé válik. Azért fontos az állam fellépése, hiszen az egyén reprodukciós zavarait szélesebb alapokra lehet helyezni, gyakorlatilag bővíteni lehet a védelem alá tartozó személyeknek a körét, a nagyobb közösségben jobban elosztanak a felmerülő terhek, így a kockázat megosztás is hatékonyabban megoldható. Gyakorlatilag, hogyha az állam szerepvállását nézzük, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a 19. század utolsó harmadától 1883 az első államilag szerzett társadalombiztosítási egészségbiztosítási, betegségbiztosítási rendszer, ami Bismarck kancellár nevéhez kötődik, gyakorlatilag felerősödik az állam szerepe a szociális gondoskodásban, és egyre nagyobb szerepe lesz a szociális védelmi rendszerek kiépítésében. Hogyha az aktualitását nézem ennek a kérdéskörnek, akkor azt kell mondjam, hogy Európa nem véletlenül vonzó célpont harmadik országból érkezők számára. Azt kell mondjam, hogy a történelmi hagyományoknak is köszönhetően, ebbe beleértve természetesen a keresztény hagyományainkat is, és itt az előttem szólók azért már számos olyan kérdést érintettek, ami egyébként a szociális gondoskodás szempontjából is relevanciával bír. Itt az egyházi szempontokat kell kiemelnem, gyakorlatilag sajátos szeretben vagyunk, mert azt kell mondjam, hogy akárha a keresztény gyökereinket nézzük, tehát Európa keresztény gyökereit nézzük, akár ha a szociális gondoskodás, állami gondoskodásban az állami szerepállásnak a jelentőségét, azt kell mondjam, hogy egy sajátos helyzetben vagyunk. Európában igenis ezek fontos szempontok, amelyekre figyelni szükséges. Ha kitekintenénk és megnéznénk azt, hogy miért is az állam szerepe nélkülözhetetlen a szociális
ellátások területén, akkor négy olyan elem van, amit én ki tudnék ebben a körben emelni. Egyrészt hát a piac kudarca, gyakorlatilag a szociális területen olyan ellátások vannak, olyan ellátások kerülnek nyújtásra, amelyek üzleti alapon nagyon nehezen biztosíthatóak, megszervezhetőek. Egy kicsit az aktuál politikát, ha nézzük, Egyesült Államokban nem véletlenül olyan magas a halálozások száma. Ugye tudjuk, hogy például az egészségügyi ellátások magánfinanszírozás és magánszolgáltatási piaci elven működnek. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy részben ez is okozza azt, hogy gyakorlatilag nem mindenki fog jutni olyan ellátáshoz, amire egyébként adott pillanatban szüksége lenne. És egyébként elzárkoznak mindenféle szociális, állami, nagyobb szerepvállásnak a megvalósításából. Ha nézték a korábbi időszakot, ugye akkor voltak erre próbálkozások, de azért nem mondhatnánk, hogy igazán sikeres voltak. Szintén lényeges a szociális szerepvállás szempontjában a paternalizmus, ugye az, hogy a gondoskodó államba vetett bizalom, az államra szükségünk van. Bízunk benne, hogy ha mi nem is látjuk előre, hogy lesz majd nyugdíjunk, majd az állam megoldja helyettünk. Szintén nagyon lényeges szolidatási szempontból én azt gondolom, hogy ez kiemelkedően fontos, a redisztribúció, az újraelosztás szükségessége. Egy jól működő szociális biztonsági rendszerben gyakorlatilag senki nem maradhat ellátások nélkül, mindenkiről valamilyen módon gondoskodni kell. Ezt egyébként a redisztribúció megfelelő módon tudja kezelni, hogyha egy jó redisztribúciós technikát, újraelosztási technikát alakítunk ki. Nem feltétlenül biztos, hogy egyet kell velem érteni a szociális gondoskodás, ugye azt mondja, azt gondolom, hogy a tehetősebbektől többet vonunk el, mint a kevésbé tehetősektől, illetőleg ha nem is az elvonásban, de mondjuk a juttatásban az inkább rászorulóknak adunk nagyobb mértékben, mert nekik ténylegesen erre szükségük van, illetőleg alapvető ellátásokat, ahogy itt előttem is elhangzott már, az egészséges ivóvízhez, vagy mondjuk az élelemhez való jogot, azt mindenki számára ugye biztosan kell, kicsit messzebb visz már, de akár a lakhatást is ide gondolhatnánk, hogy a megfelelő lakó körülmények biztosítása, és azt gondolom, hogy alapvető eleme lenne a társadalmi szolidaritásnak a szociális ellátások területén. Illetőleg ugye az állam fellépését támasztja alá az is, hogy az adminisztratív hatékonyság révén az állam sokkal jobban tudja megoldani azt, hogy akinek szüksége van adott esetben adott ellátása, akkor azt szükség szerint meg is kapja. Én utaltam rá, hogy az államnak fontos szerepe van, ugyanakkor azt is ki kell emelnem, hogy az egész szociális gondoskodásnak az alapjai a korai kereszténységhez nyúlnak vissza. Ugye, hogyha megnézzük Jézus tanítványait, illetve maga tanításokat, azt, hogy kiknek a körébe terjedt ugye, a kezdeti időszakban a kereszténység, akkor azt látjuk, hogy a szegények, ugye, az elnyomottak, a rabszolgák, akik az őskeresztény közösséget alkották, gyakorlatilag Jézus tanításnak az alapelve mentén, a szeretet mentén ugye szerveződtek meg. Kezdeti időszakban nagyon jelentős volt közöttük a vagyon közösség, ami aztán később hit közösségé alakult, a hívők száma is folyamatosan emelkedett, majd megszűnt a vagyon közösség, és helyette az adakozás lett ugye a meghatározó, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a korai időszakban az egyház már intézményesült is, ugye 313 után államvallás lett a kereszténység a római birodalomban. A szegény gondozás két alapelvre épült, ugye Szent Pál szerint minden munkaképes köteles dolgozni, és mindenki köteles egyébként a hozzá tartozójáról is gondoskodni. Én azt gondolom, hogy Szent Pálnak a gondolatai a mai napig ugye meghatározóak, és hát látjuk, hogy nem megfelelő talajra is találtak, hiszen azt gondolom, hogy például nálunk ezek fontos szempontok, akár csak az alaptörvényt is nézzük, akkor is találkozhatunk ezekkel a gondolatokkal. Ugye a szegény gondozás a korai időszakban a püspök irányításával valósult meg,
adományokat begyűjtötték, szétosztották a diakónusok és a diakonisták segítségével. Fontos volt a környezettanulmányoknak az elkészítés, mely ugye érdemesekre is tettelnekre osztotta a szegényeket, és nagyon fontos volt a szerzeteseknek és a kolostoroknak a szerepük, valamint Szent Benedek bencések, ugye elsőrendű kötelességük a Caritas alapján a szegények segítése és az idegenek befogadása volt. Nézem az időkeretemet, a 10 percem elvileg letelt, viszont amit szeretnék egy kicsit elvonatkoztatva, ezt a kérdéskört, tehát az egész szociális biztonsági és szolidaritás kérdéskörének az alapvető elméleti hátterét szeretném megvilágítani majd az elkészítendő tanulmányomban. És amit hangsúlyozni szeretnék, és ez egy fontos szempont, hogy ma Magyarországon a szociális biztonság tekintetében az állam, a mindenkori jelenlegi kormányzat az egyházakat egyenlő partnernek tekinti, és gyakorlatilag igyekszik őket minél jobban bevonni a szociális ellátásoknak a biztosítása körében. Nagyon érdekesnek gondolom, hogy ágazati szabályokban is ezzel a központi gondolattal találkozhatunk. Most a legutóbbi, ahol az egyházak partneri szerepét véltem felfedezni a szociális gondoskodás területén, az az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló 2020. évi százas törvény, ami bár november 1-én bizonyos szempontból életbe lépett, valójában 2021. január 1-én fog a teljes egészében, és ebben van egy olyan rendelkezés többek között, amely azt mondja, hogy ezt a törvényt az egyházi intézményekben, egyházi egészségügyi intézményekben dolgozókra is alkalmazni lehet, amennyiben a fenntartó vagy az intézmény vezetője úgy döntene. Vagyis mit látunk ebben a törvényi szabályzásban, hogyha egy kicsit a szabályzás technika mögé nézünk, azt látjuk, hogy az egyház szabad kezet kap, alkalmazhatja ezt a jogszabályt abban az esetben, ha egyébként úgy ítéli meg, hogy az általa működtetett egészségügyi intézményekben az alkalmazottaknak a jogainak a szabályzása szempontjából ez lenne a célra vezető. Én gyakorlatilag ezt gondoltam elmondani, nem tudom, hogyha még van időm, akkor szívesen megosztok még gondolatokat, de mivel hogy húszásban is vagyunk. Igen, azt gondolom, hogy majd a tanulmányba várjuk ezeket, mert tényleg elég rendesen megcsúsztunk. Viszont nagyon, nagyon fontos, meg nagyon érdekesek ezek a témák, tehát tényleg a kötetben mindenképp majd kérlek, hogy fejtsed ki ezeket részletesebben. Jó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem és részt vehetek, és a kötetben pedig fogom küldeni a tanulmányomat. Nagyon szépen köszönöm a kiváló előadást. Elméletileg most én vagyok a következő, osztok meg képernyőt. Az első díja az a ACB főbíró jelölésével kapcsolatos, ugye az amerikai eseményeket nyomon követve hallhattunk róla, hogy egy vallásilag elkötelezett főbíró kerül, illetve most már került kinevezésre Amerikában. Ezt írja róla a HVG. Reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevésbé ismert titokzatos vallási közösség. Kis cinizmussal azt tudnám mondani, hogy egyébként ez egy katolikus közösség. És azért érdekes a történet, mert egy alkotmánybírósági kérdésekre is keresi majd ez a közösség valamilyen módon a választ, illetve azt írják erről a bírónőről, hogy az elmúlt időszakban többször beszélt arról, hogy hite és bírói döntései nem keresztezik egymást. Igaz, korábban ennek az ellenkezőjéről is beszélt, 2006-ban ugye azt találta szegény mondani a Notre Dame Egyetemen, hogy a jogi karrierjére nem úgy kell tekinteni, mint a presztízs, a pénz és a szakmai elégedettség elérésének egy módjára, hanem sokkal inkább, mint Isten szolgálatának az eszközére. Ugye azért izgalmas számunkra ez a téma, mert itt egy másik szöveg,
Amikor az Európai Unió létrejött, akkor az Európai Uniót létrehozó atyák körülbelül ezeket mondták, hogy minden nemzetben hozzanak létre keresztény pártokat, amelyek hassák át keresztény lelkülettel a politikai, gazdasági és társadalmi életet, valamint teremtsenek minden állampolgár számára keresztény feltételeket, szem előtt tartva a keresztény etikát. Nagyon egyértelmű ez a megfogalmazás. Nagyon illik ahhoz, amit Homicskó elnök úr mondott az imént, és hogy mondjam, megjelenik abban az erőtérben is, amelyet rektorhelyettes úr vetett föl Bonhoefferrel kapcsolatban, hogy na akkor most merre fele van az előre. Hogyan lehet ezeket az értékeket úgy átvinni a társadalomba, hogy közben ne valamiféle visszalépés történjen, mert hogy az amúgy se fog sehova se vezetni. Ezzel kapcsolatban még szeretnék mutatni egy ábrát, hogy körülbelül hogy fog kinézni a keresztények aránya a Németországban. Most 19-ben készítette a Freiburgi Egyetem ezt a felmérést, 17-ben durván 45 millió keresztény volt Németországban. 2060-ra ennek körülbelül a fele marad meg. Ami a kérdést nagyon pikánssá teszi, az kettős. Egyrészt a csökkenő létszámú keresztény egyházak egyre nagyobb adótámogatást kapnak, másrészt az adótámogatásra nagy valószínűséggel be fognak jelentkezni az egyre jobban fejlődő és struktúrálódó muszlim közösségek is. Izgalmas pillanat lesz, amikor az eurómilliókat nem a klasszikusan megszokott vallási közösségek fogják majd kapni. A másik aspektus, ami miatt nagyon érdekes a vallás kérdése, az egy ilyen evolúciós tény, hogy a hívők azok szaporodnak, a hitetlenek meg nem szaporodnak. A muszlimoknál 2,9, a keresztényeknél 2,6 a szaporodási ráta. Mindez persze elsősorban a szegény országokra és nem Európára jellemző. Azt látjuk, hogy a túléléshez egyáltalán nem elégséges csak és kizárólag a jogkeretei között szabályozni. Nézzünk csak az amerikai választásokra, ugye a jog hazájára. Látjuk, hogy mennyire megingott a rule of law-ba, a jog szerepébe vetett bizalom ott is, illetve ezzel párhuzamosan mennyire új szabályozási módok jelennek meg. Egy gyors példát hoznék, ugye a NELOP, mondjuk a jog nyelvén azt jelenti BTK 367. szakasz első bekezdés, aki jogtalan haszonszerzés véget más tévedésbe ejt vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követel. Erkölcsi szinten azt jelenti, mondjuk egyház intézmények számára lehet ez egy fontos mondat, hogy gazdasági téren a személy méltóságának tisztelete megköveteli a mértékletesség erényének a gyakorlását. Hogy mérsékeljük-e világ javaihoz való ragaszkodást, írja mondjuk a katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa, és vallás szintjén meg ugye azt jelenti, hogy a szeretet jegyében nem elég csak a kárt megtéríteni, hanem adott esetben sokkal többet kell visszaadni, ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette, mondja Zakeus. Azt gondolnám nagyon röviden, hogy a következő időszak fő feladata az lesz, hogy ezt a három normarendet összehangoljuk egymással itt a nyugati demokráciákban is. Legyünk képesek összhangot találni a jog, az erkölcs és a vallás normarendjei között, úgy, hogy ezeket ne keverjük össze. Tehát nem mondjuk azt, hogy a vallás meg a jog összetartozik, mert ebből aztán nagyon komoly fundamentalizmus lehet, vagy nem mondjuk azt, hogy a jog meg az erkölcs összetartozik, mert tudjuk, hogy a derék szocialista bíróságok a szocialista erkölcs jegyében írták meg előre az ítéleteket, de azt sem mondjuk, hogy csak és kizárólag a jog segítségével lehet egy közösséget összetartani és életképesen összetartani. Janka Ferivel közösen készítettük ezt a táblázatot, ami arra kíván rámutatni, hogy a jog
azt a kérdést teszi föl a saját kódja szerint, hogy mit lehet tennem a szabályok között. Az erkölcsben megjelenik a kell, ugye a kanti értelembe vett kötelezés, és a vallás pedig az alapokra kérdez rá, tehát nem arra, hogy hogyan, hanem hogy miért kell vagy lehet valamit cselekedben. Úgy gondolom, hogy ennek a témának a körbejárása rettentő fontos, figyelemmel erre az utolsó diára, ahol azt látjuk, hogy a természetes növekedés, leegyszerűsítve a születések, azok minden országban köthetők valamilyen módon valamilyen vallásos csoporthoz. Egyetlen egy kontinens, egyetlen egy vallása az, amelynek a létszáma csökken. Jól látható, hogy ez itt a kereszténység Európában. Tehát minden más vallás, amelyik képes ezt a három normarendet összehangolni, növekszik, egyébként a muszlimok is, Európában is. Itt nálunk a három normarend összehangolásával van némi probléma. Talán ezen kéne változtatni az Európai Unió alapító atyáinak elvei szerint. Köszönöm szépen, remélem, hogy a 10 percet azt nem léptem túl, és sikerült az érdeklődést egy picit fölkelteni ezzel kapcsolatban. És akkor már is mennénk tovább. Kérném Varga Csaba urat, hogy kezdje elő az előadását. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretnék két mondat erejéig bemutatkozni. Mi 30 évvel ezelőtt alakítottuk meg a Stratégia Kutató Intézetet, tehát a rendszerváltás estéjén, mert úgy gondoltuk akkor, hogy Magyarországnak nincs valóságképe és nincs jövőképe. Mi akkor azt tanítottuk, hogy a magyarság vesztét jelentheti, ha a kapitalizmus múltját választja jövőképnek. A 90-es években nagyon sok krízis éltünk meg, mármint szellemileg és lelkileg, mert amikor elkezdődött az intézetnek a munkája, az első néhány évben számunkra kiderült, hogy amit eddig tanultunk, összefüggéseket, fogalmakat, valóságképeket, jövőképeket, ezek nagy része nem úgy van, mint ahogy eddig gondoltuk. Most azóta eltelt legalább 20 év, és ma azt kell mondanom, hogy még inkább ott tartunk, amit itt most több előadó előttem jelzett, hogy teljes mértékben az új paradigmákhoz kell áttérnünk. Mi a ezredforduló után kidolgoztunk egy új átfogó elméleti gyakorlati rendszert, amit metafilozófiának neveztünk el. Ennek az volt az oka, hogy szerettük volna a tudományt újra egyesíteni a metafizikával, hiszen az elmúlt 150 évben a tudomány mindent elkövetett a metafizika kiszorítása érdekében. De egyúttal bevontuk ebbe a körbe a hagyományokat, meg bevontuk a művészetek tanításait is, tehát nem pusztán tudományos metafizika szinten kezdtünk el dolgozni. Ami nagyon meghökkentő volt szintén az első években, hogy nagyon sok kutatótársunk rájött arra, ahhoz, hogy ő metafilozófiában gondolkodjon, neki lelkileg és szellemileg magasabb szintre kell föllépnie. Tehát az akkori adott lélek és tudat állapota kevés ahhoz, hogy át tudjon tekinteni egy új gondolkodási modellt. Ennyi volt a bevezetőm. Amivel folytatni szeretném az az, hogy én azt a témát vállaltam, hogy hogyan menthető meg a világ. Itt két kérdést kell mindjárt előre is elővennem. Mit értünk ma világon, és mit értünk megmentésen? A világon alapvetően nem csak azt említjük és emeljük ki, mint minden más keresztény, hogy a legfontosabb az ember belső világának a minősége, ám bár hozzá kell tennem, hogy a kereszténység is részben adós azzal, hogy az ember belső világának az emelését tanítsa,
ezt mi is belső útnak hívjuk, tehát a belső út tanítása igazán nincs kidolgozva és nincs gyakorlatba áttéve. Ugyanilyen világrésze a földbolygó külső valósága, a háromdimenziós fizikai anyagi valósága, de most már nagyon régóta tudjuk, hogy a dimenziók miatt negyedik, ötödik, hatodik dimenziók is vannak, és a Föld szempontjából két dimenzió nagyon fontos, a Föld kollektív tudatának a hatása a földi valóságra, illetve a kozmosz hozzánk közeleső részeinek a léte és a velük való együttműködésünk, vagy éppen nem együttműködésünk. Tehát a világ sokkal tágabbá vált, és sokkal többszintűvé vált, és megjelentek a világnak a magasabb dimenziói is, többek között akár abban a kérdésben, hogy milyen tudatszinteken vannak ma az emberek, vagy a közösségeknek milyen tudatszint lépcsői vannak. Ha ezeket nem látjuk, nincs mit tanítani, és nem lehet az élet gyakorlatát átalakítani. Jött a következő sokk 20 évvel ezelőtt, mert nem lehetett az elől a kérdés elől kitérni, hogy az alapvető keresztény értékeknek, vagy akár univerzális értékeknek az értelmezésében inkább visszafejlődés volt, mint valamilyen előrehaladás. Az első ilyen kérdés volt, hogy próbáltuk újra a szeretetet definiálni, most nem csak a bibliai értelemben, hanem a tekintetben, hogy a magyar társadalomban az emberek milyen szeretet lépcsőket élnek meg, és nagyjából meg tudtunk különböztetni 7 különböző szeretet lépcsőt, és mindenkinek lehet tanítani, hogy tud lépcsőről lépcsőre följebb menni. Mi az intézet mellett 3 éve vagy 30 éve képzésekkel is foglalkozunk. Ezt magunk között egyetem utáni képzésnek hívjuk, hiszen a hallgatóink többsége diplomás ember, akiket megpróbálunk olyan szintre fölemelni, vagy segíteni a belső fölemelkedését, hogy egyre inkább például szeretett emberré emelkedjen. Ugyanilyen kérdés volt a szerelem kérdése, ugyanilyen kérdés volt a boldogság kérdése, és mindahol azt kellett tapasztalnunk, hogy az alacsony tudatállapotban, alacsony érzelmi szinten, alacsony lélek állapotban lévő embereknek érthetően nincs sem megélt tapasztalatuk, sem szellemi ismeretük arról, hogyan lehetne egyáltalán emberré válni. Csak gondoljanak arra, hogy Magyarországon is, mint az egész földbolygón, ebben a korszakban gyakorlatilag 10 emberből soha nem éli meg legalább 8 ember a szerelem magas minőségét, vagy valahogy ugyanígy a szeretet magas minőségét is 10 emberből talán megéli 6 ember. De azok is inkább csak az alsó szinteket. Tehát végig kellett gondolni, mi van. Nem az eddigi tudományos gondolkodás alapján, nem a vallási teológiák alapján, nem pusztán a személyes egyéni tapasztalataink alapján, hanem hol is tartunk. Ezt kellett definiálni. Jött a következő kérdés. A földbolygó mondjuk az elmúlt világévben, ugye egy világév 25.920 évig tart. Ma már, ez csillagászati fogalom, ma már a Föld tudománya, főként a fizika meg a csillagászat nagyon szépen fel tudta tárni az első vagy a második világévnek a történetét. Ebben világosan látszik, hogy különösen az elmúlt világévben gyakorlatilag a földbolygó a szeretetlenség civilizációja volt, mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk, noha mindig voltak óriási kísérletek vallásonként is, és különböző szakrális törekvésekként is, hogy ebből a fogságból az emberiség kiszabaduljon. De az általános jellemző a szeretetlenség civilizációja volt. Ebből az is következik, hogy ma a keresztény egyházak számára semmi fontosabb nincs, mint a szeretet visszatanítása. De nem elméletben, mert ez nem az egyszerű ember dolga, hogy azt áttekintse, nem tudom, metafilozófiailag, hanem a mindennapi élet gyakorlatában,
hogyan lehet egyre inkább szeretett emberré válni. Ugyanilyen kérdés, hogyan lehet szerelem emberré válni, mert azt lassan már mindenki elismeri, hogy az Isten által teremtett embert ebben a földi valóságban egyre inkább teremtett emberré három dolog teszi, a szeretet, szerelem meg a boldogság. Tehát ennek a visszatanítása rendkívül fontos. Ráadásul a magyar nyelvben ugye a szerelem szónak megnézzük az eredetét, hogy szer plusz elem, ugye ez azt jelentette az ősi nyelvben, hogy a szer volt az Isten neve, vagy az isteni minőség neve, az elem pedig az ötödik dimenzió, az éter, tehát ami már sokkal magasabb szint, mint a fizikai valóság. Tehát az eredeti tudások is már afelé haladtak, ami felé most a világ halad. És jött a harmadik sok, ez a múlt évtizedre tekinthető alapvetően, mert mi is abban a háttérhatalom által az egész földet uraló világképben voltunk benne, hogy ez a pénzkapitalista világmodell, ez nagyon sokáig fennmarad. És mindent ehhez kell igazítanunk, még azt is, hogy el tudjunk menni egy pohár vizet meginni. Igen ám, de kiderült, hogy itt valami olyan óriási fordulat játszódik le, amelyről eddig fogalmunk sem volt. Most ha valaki törődik és nézi, hogy a világ gondolkodásában, tudományában vagy új paradigmák teremtésében hol tart a világ, szinte nincs olyan kutatócsoport, aki nem mondaná azt, hogy nem a végső utáni állapotra vagyunk, vagy várunk, hanem már ez megtörtént. Az amerikai választásoknak ez a minden korszakot meghaladó demokratapárti csalás rendszere, ez maga a végjátéknak a szimbóluma. Tehát innentől kezdve nincs miről beszélni, mert semmi nem igaz, amit eddig igaznak tartottunk. És ez igaz nem csak az Amerikai Egyesült Államok területére. Tehát egy végső utáni állapotban, ugye az volt a kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy a világ hogyan menthető meg, hogy akkor hogyan is, és milyen irányban is, és merre is. A férsek úr szerencsére megemlítette azt a fogalmat, hogy végső cél. Ugye azt kéne most definiálnunk, ha nem akarunk még mindig a régi gondolatok fogságában verködni, hogy most 2020 végén mi a végső cél. A végső célt mi két egyszerű fogalommal kezdtük el tárgyalni. Az egyik volt, hogy soha nem használunk már személyiség fogalmat az emberre, mert úgy, ahogy van, nem úgy van, hanem bevezettük azt a fogalmat mi is, követve nagyon szép ősi hagyományokat, hogy az ember lényege az, hogy Isten ember. És ugyanígy a földbolygó világára bevezettük azt a fogalmat, hogy Isten világ. Ez a két végső cél jelent meg. Hogyan lehet az ember a földbolygón Isten ember, és a földbolygó globális társadalma hogyan indulhat el egy Isten világgá épülés, emelkedés irányában? Na most Elnézést majd az időre, hogyha lenne. Igen, figyelek rá. Igen, Nándi, figyelek. Tehát a következőt kell mondanom itt, hogy innen kéne tartanom egy 2-3 órás bevezető előadást arról, mi történik most a földbolygón. Nem teszem meg, mert nyilván a könyveink elérhetőek, most megjelent két nagy videófilmünk erről, stb. Én csak azt szeretném két tőmondatba mondani, anélkül, hogy azt várnám, hogy elfogadják, vagy elhiggyék, hogy így van. Az isteni akaratból a földbolygó, a naprendszer és a teljes galaxisnak ez a karja, amit Orionkalnak hívunk, elindult 2012 végén egy gyökeres átalakulás irányába, amiben semmi nem marad úgy, ahogy ma még nagyjából látjuk. Ezt ugye a köznyel vagy vízöntő kornak, vagy aranykornak, vagy fénykornak hívja, mindegy milyen fogalmat használunk, de ez nem terv, nem utópia, nem remény, nem álom, hanem történik már, csak a mainstream média mindent, hogy mondjam, elhallgat és nem tesz közhírré. Egy példát mondok csak, mert ez már remélem mindenki előtt világos,
hogy ma a Földön 206 kormány jóvá hagyta az új gazdasági világminőségnek a programját, ami egy angol hosszú fogalom, GESERA a rövidítése, és az új pénzügyi rendszer pedig a QFS rövidítéssel szerepel. Magyarul is már rengeteg anyag jelent meg róla, de a nyugati nyelveken rendkívül sok minden már tételesen megjelent. Maga a GESERA 20 alapvető pontból áll, amiből egy sem rímel semmilyen eddigi kapitalista, vagy kommunista, vagy bármilyen régi, hogy mondjam, a végállapotokat elősegítő gondolkodási rendszerre. Nincs időm elmondani. Csak azt szeretném javasolni, hogy három mondatot vegyenek, vagy vegyetek figyelembe, amit szeretnék megismételni. Ez a világ nem marad olyan, mint amilyen most, nem sokára, hanem már most, mert már hónapok, vagy fél éve, egy éve történik a változás, új világ fog születni. Az a kérdés, hogy az ember belül hogy tud úgy felemelkedni, hogy tud úgy, ha tetszik, Isten emberré, vagy szeretet, vagy szerelem, vagy boldogság emberré válni, hogy mondjam, az isteni, Isten által szorgalmazott változásoknak társteremtőjévé tudjon válni. Ennek sincs ma semmi akadálya, ez vár ránk a következő napokban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mondjuk a klasszikus teológia nyelvén nem könnyen érthető előadást, és technikai kérdés vetődött föl részben, itt közben telefonáltam Bertalan Péter úrral, aki jelezte, hogy megpróbálná még egyszer csak szóban röviden összefoglalni az előadását. Kérném szépen Bertalan Péter kollégát az előadása megtartására. Jó, nagyon szépen köszönöm. 5 percben összefoglalva, professzor úrhoz kapcsolódva, illetve tiédhez, Nándi, tulajdonképpen a nyugati nemzeteknek el kell fogadni azt, hogy azokat a fő attribútumokat és azokat a fő jellemzőket, amelyek 1000 éves történelmükben jellemzőek voltak, azokat újra kell gondolni. Gondolok itt a tengeri útvonalak ellenőrzésére, technikai kutatás fejlesztésben, a primátusukra, és tulajdonképpen a nemzetközi kommunikáció és a fegyvergyártás uralmát is át kell gondolni. Magyarul át kell magunkat programozni egy olyan gondolatiságra, amely valóban a teológia síkján az önmérsékletet, és azt, hogy a vírus utáni világban egy önmérsékletet gyakorolva az extra profitot és a profit hajhászást visszavéve egy új világot kell felépítenünk. Itt mutattam volna, majd eljuttatom a földrészek szerinti előrejelzést is, valóban ebben Európa az egyik legnagyobb vesztes, és hát a demográfiai problémák, az, hogy a népességünk folyamatosan csökken, előregednek a társadalmaink, a nyugdíjbiztosítás, betegbiztosítás átalakul, és tulajdonképpen ez szétrobbanás előtt van, a társadalom polarizálódik, egy reproduktív és egy nem reproduktív, egész életen át gyermektelen népességcsoportra, ez ellen fel kell lépni, és az egyházak ebben élen járnak. Az állandó munkaerőhiány és a munkaerőfölösleg együttes jelenléte, etnikai kultúrák közötti feszültségek, a környezetszennyezés, ez mind-mind azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezeket meg kell oldanunk. A fejlődő világ esetében az állandó népességnövekedés, a magas születési ráta, a végletes különbségek kialakulása, a szegénység és a környezeti problémák, a polgárháborúk elől való menekülés, a menedéket keresők problematikája napjainkban is előttünk zárul, vagy zajlik, és hát itt az utolsó mondataim tényleg összefoglalva, hogy egy olyan társadalmat kell felépítenünk, amely a konszenzusra és a kooperációra, a Nándi veled való kutatásokban a hálózati gondolkodásra, de ez egyébként a Bibliából is kiolvasható, a kooperáció világát kell a konfrontáció és a konkurencia helyet felépítenünk. Én ezt majd kifejtem a cikkben is, amit el fogok küldeni adatokkal és egész
gondolati síkon is kifejtve. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Elnézést kérek a technikáért, talán az előadásom magvát azt el tudtam mondani ebben az 5 percben. Nagyon szépen köszönöm, Péter, mindenek előtt a mértékletességedet, amivel tényleg tartottad az időkeretet. Nagyon várjuk majd a tanulmányt, hiszen ahogy a diákon is így első pillanatásra is láttuk, rettentő érdekes kérdésekről értekezel. És akkor most jön a számomra a mai nap legnagyobb kihívása, ugyanis Cakó tanár úr elküldött egy írásos anyagot, egy 2 oldalt, és kérte, hogy olvassam fel. Ő maga is sejtette, hogy ez nem egy egyszerű feladat, ezért többször fel is hívott, hogy ne essek kétségbe, hogyha nem sikerül ennek a kihívásnak elsőre megfelelni, mert nagyon nehéz szöveg, de igyekszem ezt jól felolvasni. Azt mondja, az előadás címe az Ember útja a hit fényével megvilágított út, szomjaztam és innom adtatok, mondja Máté evangéliumának a 25-35 szakasza. Jeltől a paraboláig az ember jelalkotó, jelrendszert használó lény. A nyelv szavai, a szavak jelentése, az új fogalmak figyelmet érdemelnek, mert szorosan összefüggenek gondolkozásunkkal, lehetővé teszik a szóbeli kommunikációt, valamint az együttműködést. Elméletek, modellek, magyarázatok, ideológiák, kultúrák nem léteznek nyelv nélkül. A fogalmak jelentésének megváltozása, adott szavak többféle jelentése zavaró a kommunikáció folyamatában. A magyarázati keretek, team munkában való összeállítása a 20. század szociológiájának hozadéka. A konform, nyílt, befogadó, integráló, szolidáris, hívő, stb. Szavakat magukba foglaló stratégiák egészen különbözőek lehetnek, még az együttműködést is megzavarhatják. A parabolák felülírják a kúni paradigmák világnézetét, életformát, életmintát sejtető magyarázatait. Gondolkoztatnak, személyes véleményalkotásra indítanak. A parabola mondani valóját újra és újra meg kell fogalmazni azok számára is, akik csak a szaktudományok nyelvén tájékozódnak. Más a szókincs, ami a noszféra szakmai szókincsét kiegészíti, meghosszabbítja a transzcendens irányában, hogy mindenki számára eszköz legyen a tudás és a szolidaritás útján való továbbhaladáshoz. A szolidaritás és a parabolák iránti érzék együttes fejlesztése szolgálja legjobban az emberi méltóságnak megfelelő bánásmódot és az irgalmasság gyakorlását. A második pont a kulturális változások. A kulturális változások minden praxis területen érzékelhetők. A valóság lecserélése is feltűnt a digitális látóhatáron. A noszféra technoszférába való beleszaladása, átmenete és a mesterséges intelligencia irányában megfogalmazott társadalmi érdekek a kreativitás és implementáció körét elsősorban nem az emberi minőség szolgálatába állítják. Az ember útjának kereszt jelképeként a kapun áthaladás és a mennyei Jeruzsálem metaforaként alkalmas arra, hogy képes beszédünkben a világ bajától a hitben élő ember megérkezéséig felvázoljuk az ember útját, lelki fejlődését. Nem elegendő azonban a metafora a hit útján járó ember számára. A bűn, a szenvedés, az erőszak, a szegénység, a kíméletlenség jelenléte nem metafora életünkben. Azok a minták, amelyeket a szaktudományok közül például a szociológia, a szociálpszichológia feldolgozott a saját módján, sokak számára inkább látszanak érthetőnek, mint a másféle megközelítések. Napjaink képzési rendszere meghatározó ebben a vonatkozásban, mert inkább hajlik a szakmai képzésben megjelenő paradigmatikusan megfogalmazott, ugyanakkor mégis stratégiaalkotó ismereteknek a praxisbe ültetésére. A teológia, a vallás, a kultúra része, de keveset reflektál a tőle eltérő módon gondolkozókra. Kényelmes vélemény volna az, hogy nem is ez a dolga. A társadalmi közegben folyó kommunikáció kényelmi szempontból való szűkítése
valójában a küldetés értelmezésének a beszűkítése. A vallások kultúrateremtő szerepe nem elhanyagolható. Nem várható el a jog és a politika részéről, hogy más legyen, mint ami. Az emberi természetnek megfelelő szabad, értelmes, lelkiismeretes tevékenység kell, hogy átjárja a szociológiai praxisok mindegyikét. A képzési lehetőségeket felhasználva fel kell készíteni a munkára mindazokat, akik ezt választják. A szocializációban tárgyaljuk a szolidaritás kialakulásának folyamatát, ami mutatja, hogy a célok megválasztását, a legitimáció megszerzését és kompetens világérték értelmezésünket megelőzi a szolidaritás kialakulása. A képzésbe belépők céljának, képzettségének, kompetenciájának kialakulása még csak csírájában van meg a szocializáció során, amikor a szeretet, az együttérzés, a sorsközösség vállalása már kialakult. Az ilyen emberek vállalják a karitatív irgalmasságot gyakorló segítő, szociális tevékenységet, és leginkább ők azok, akik erre a személyiségvonásra célokat tűznek ki a közös munkához, és akik kompetenciát szereznek a szükséges tevékenység ellátásához. Az egyéni és társadalmi szolidaritás formát kap a képzésben, teret nyer a gyakorlatban. Harmadik pont, karitatív tevékenység. A karitatív tevékenység nem csupán az egyházi gyakorlat tereinek a sajátja. Ahhoz, hogy az egyház feladatát ezen a téren meghatározó módon valósítsa meg, a szakmai ismereteket a jelenleginél jobban el kell sajátítaniuk a szolidaritás szociális útját vállaló hívőknek, bármelyik életkorban kapcsolódnak be a feladatok ellátásába. A politikai akarat támogatja, nagy lehetőségekhez juttatja a településeket több vonatkozásban. A szociális ellátást csak akkor lehet eredményesen fejleszteni, ha a képzés rendszerében a jelentkezők a jobb felkészülés útján megindulnak. A közösségszervezés, a közösségfejlesztés valójában szervezetlen, amin a lelkes, karitatív kezdeményezések elhalnak. Komolyabb előkészítésbe kell kezdeni a megelőző, a korrektív és a rehabilitációs feladatok elvégzésére. Nem megoldás, hogy civil vagy egyházi szervezetekben, bár jelentős támogatást kapnak, meg annyi műhelyben belterjes munka folyik, miközben az evangéliumi alapokon álló akreditált képzések kezdeményezései erőtlenek, területi inkubátorházai nincsenek, illetve képtelenek az egyes szakmákkal mélyreható kommunikációt folytatni. A liturgikus szolgálattevők, a pap nélkül maradt filiák, helybéli munkatársai nem helyettesíthetik a valóságot lecserélő törekvések idején azok munkáját, akik hittel és szakmai hozzáértéssel látják el a szociális feladatokat a saját helyükön. A küzdő ember, a saját esélyeit megváltoztató ember felvértezésének sok útja van. A képzés útja is ezek közé tartozik. A modern társadalmak a képzés rendszerében akkreditációra alkalmas anyagokat állítanak össze. A személyes egyéni erőfeszítések által el nem végezhető munka elvégezhető a közösségek sokak munkája által. Több egyetemünk vallási elkötelezettséggel is működik. Kurzusaink között helyet kell, hogy kapjon a szociális területre való képzés korszerű, nagyobb létszámú csoportot megmozgató kínálata. Az egyházak kezelésében lévő házak, létesítmények közötti együttműködés éppen az evangélium alapján kötelező. Az a képzési kavalkád, amelyik a szociális területen ma létezik, azok a képzési területek, amelyek szinte egymástól izoláltan művelhetők, egy új rendszer létrehozását sürgetik. Az egyháznak megvan a kulturális lehetősége, amelyik a meglévő kezdeményezések további fragmentációját és izolálódását felszámolhatja, hogy a hívő közösség erejét és kapacitását mindenki javára működtesse. Fiataljaink számára életmintát adnak kiváló elődeink, szentjeink, de a követendő minta realizálásában meg kell teremteni a populációs méretű lehetőséget a képzés rendszerében kialakítandó változtatásokkal. Bízhatunk abban, hogy az emberek közötti jó akarat szerint a helyi kezdeményezések mellé a nagyobb közösség is támogató módon viszonyul. De ha jobb mégis magára maradna, tudjuk, hogy az örök mégis osztályrésze lesz. Hamisság, megtévesztés, fennhéjázás nélkül szerényen az irgalmasság gyakorlása szellemében nincs elveszett ügy. A legnagyobb szeretetben szolgáló hatalomnál nincs nagyobb. A felkészítés, a gondozás, ápolás, ellátás, segítés számtalan módja rendezett,
ma is a képzés és a foglalkozás kereteit illetően. A társadalmi megvalósítás formái változatosak, életkorokhoz, egészségi állapotokhoz, élethelyzetekhez igazodnak. A települések munkásai, ápolói, gondozói, gondnokai felkészültségét a jó akarat, az egykori tanulmányok, a szerzett tapasztalatok alkotják. A közösségszervezési, közösségfejlesztési, szociális és szolidaritási tevékenység hiányai csökkenthetők, de valójában egy új képzési formát, új felhasználó eszközöket és korszerű módszerek elsajátítását teszik szükségessé. Sok fiatal vállalkozó kedve vagy őszintesége kaphat formát az úton lévő egyház zarándoklatában, ha intellektuálisan, igényesen, szakmailag felkészülten, korszerű működési keretben van módjuk részt venni a közösség életében. Az ember földje a végtelen szomjúságnak a földje. Exupéry az Ember földje című nagyszerű művében a szomjúságról lehet olvasni. Szent Tamás, a végtelen szomjazó, az úton lévő ember útját a hit fényében látva, a tudományról, mint vándorbotról beszél. A megszerzett tudás segíti, a hit életben tartja a vándor mozgását, írja Czakó Kálmán tanárul. Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy ez a munkacsoport számára is, meg a Veszprémi Érseki Tudományi Főiskola számára is nagyon fontos kiinduló pont lehet, ami ebben a tanulmányban szerepel. Jó, akkor azt javaslom, hogy tartsunk most 10 perc szünetet. És akkor következő pontban átadnám a szót Sági Ádám kollégánknak, aki azt gondolom, hogy egy mélyreható teológiai elemzéssel fog megörvendeztetni bennünket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát több előadóhoz is szerintem eléggé jól csatlakozik az a téma, amit én hoztam. Ránézve az órára, így azért tartva az időkeretet. Amivel én szeretnék foglalkozni, vagy ami engem érdekel ebből a témában, amit idehoztam, az Guillain Lafon, egy francia anyanyelvű bencés szerzetes teológusnak a meglátásai. Egyrészt a korunkról, másrészt pedig a teológiáról, a teológia viszonyáról a mai kultúrában. Én neki személyesen sokat köszönhetek, illetve magyar nyelven is azt gondolom, hogy a főbb művei elérhetőek. Osztokképernyőt, két fontos forrást emelnék ki az ő munkájából. Az egyik, amely munkája a katolikus egyház teológia története, ez egy szisztematikus, olyan dogmatikai munka, amelyben tulajdonképpen az egész katolikus teológia történetét két iskola, Antiochia és Alexandria iskola harcaként, vagy teológusaként mutatja be, egészen odáig, hogy egy saját szisztematikus kivezetést, részt hoz, illetve állít föl. Azért érdekes, és az az izgalmas ebben az egészben, hogy kevés ma az a teológus szerintem, aki ennyire komplex képpel rendelkezik a katolikus dogmatikáról, teológia történetéről nevezzük így, majd képes egy olyan reflexivitást adni neki, amelyet ő megtesz ebbe a művébe. Én ma nem ezzel szeretnék foglalkozni röviden, hanem pont azzal, hogy egy másik komoly munkájában, amit már viszonylag későn, a 90-es évek végén írt, ez is szintén magyar nyelven olvasható, milyennek képzeljem el a katolikus egyházat, Bencés kiadónál jelent meg Magyarországon, felhasználja a saját teológiai belátásait a struktúra részéről. Tehát, hogy az egyház maga ebben az új, nevezzük így, kulturális közegben milyen strukturális változásokat kellene, hogy eszközöljön ahhoz, hogy visszaálljon egyfajta helyes dialógus orientáltság vagy képesség mindkét oldalról. Röviden szeretném a kontextust elhelyezni, de csak azért tényleg, hogy ne az én provokatív szavaim legyenek. Ugye Lafon abból indul ki, hogy a nyugati civilizáció vége, erre egy kicsit bizonyos értelemben szerintem több előadó is utalt a mai nap folyamán. Én annyiban egészíteném ezeket ki, talán egy picit ennek a teológiai vagy kulturális hátterére utalnék, amikor azt mondja Lafon, hogy egyrészt a modernitásnak is ugye vége, mint egy másik nagy
ágának, az emberi kultúrtörténetnek. A posztmodernnel, a posztmodern nyilván már szintén, bár tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznának, szintén gyakorlatilag már nem működik, nem létezik, vagy legalábbis már nem fejt olyan hatást ki, mint még a 90-es években. És nyilván, hogy a Lafon, hogyha megfogalmazza, ennek mentén egy posztkeresztény korról is beszélünk. És ez a posztkeresztény kor talán, hogyha jól olvassuk Ferenc pápának nagyon sok megnyilatkozását, akkor amikor arról beszél például, hogy ezek a városok már nem a mi városaink, ezek a struktúrák már nem a mi struktúráink. Tehát inkább itt arra utalnék, hogy a kereszténység, és itt a katolikus egyház is sajnos ebbe beletartozik, hát elvesztette azt a fajta formadó képességét, amely itt ilyen szempontból megjelenhet. Ugye láttuk például az ábrán, hogy Németországban milyen csökkenés várható, vagy milyen csökkenés ment végbe az elmúlt évtizedekben. Hát ezt a helyzetet kell tulajdonképpen megérteni, vagy ezt a helyzetet próbálja meg teológusként megérteni a Guylain Lafon, és én ebben szeretnék egy picit most belenézni, és itt szeretnék utalni arra, hogy hogyan lehetne érteni a teológusnak a szerepét ebben a viszonyrendszerben, és erre fogok majd kísérletet tenni a tanulmányban, hogy ezt jobban körülírjam, egy kicsit még jobban kontextualizáljam, hiszen már itt is eltelt egy 10-15 év. Éppen ezért érdemes még inkább végig gondolni. Azt a feladatot tűzi ki maga elé itt a szerzőnk, akire hivatkozom, hogy mint a kereszténységnek, mind a modernitásnak, ennek a két markánsra egymással hosszú-hosszú időn keresztül szemben álló áramlatnak egyrészt a megismerését, tehát hogyan jöttek létre, hogyan váltak szét, hogyan harcoltak, és tulajdonképpen hogyan fordultak egy olyan sajátos autonómiává, amelyek elvesztették az egymást kisegítő funkciókat. Szerintem nagyon egyrészt izgalmas, másrészt meg példaadó, vagy példamutató az, ahogyan a teológus, tehát a Guylain Lafon hivatkozik arra, hogy egy helyesen megértett modernitás, egy helyesen megértett kereszténység kiegészítői egymásnak a segítői kiegészítői lehetnek, annélkül, hogy abszolutizálnák, vagy ahogy talán itt már elhangzott, a másik saját kódrendszerébe valamiféle változást vinnének bele. Tehát működhet szerintem is dialógus, működhet szerintem is a másik autonómiáját fenntartó megemésztő álláspont, de ehhez szerintem is az kell, hogy lényegében átlássuk azt a fajta folyamatot, ami végigment. Ugye én ezzel most nem fogok tudni behatóban foglalkozni itt, én inkább csak utalnék majd arra, hogy talán hosszabban leírni hosszabban fogom tudni, viszont ez olvasható, tehát ez ilyen szempontból föltárható. Hol van jelen a teológusnak mégis akkor a társadalmi szerepe? Arra most az időkeret miatt nem tudnék kitérni pontosan, hogy magát a teológiát hol helyezi el. Egyébként a diakónián belül egy sajátos karizmaként helyezi el a teológusi karizmát Guylain Lafon. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy mai napig nem negatív értelembe vett karizmaként nyilván, hanem a lélek adományaként, hogy ez nincsen igazából még jobban körülírva, még jobban kidolgozva az egyházban sem. Hozzáteszem, ez egy nagy kihívás lenne, hogyha tényleg jól meg akarnánk fogalmazni ma a teológus szerepét a társadalomban, hogy ez milyen karizmával jár, és ez hogyan tud verifikálódni abban a létezésében, hogy egyszerre van az egyház testéne belül, és egyszerre ezen egy picit kívül is áll. Itt hoztam egy idézetet, és talán akkor, hogyha én nézem az órámat, akkor az utolsó főpont ez lenne a Lafon atyától, aki ugye azt mondja, hogy sem az emberi értelem felől, sem a kinyilatkoztatás felől nézve nem született meg olyan perspektíva, vagy nincs olyan perspektíva most, hogy egyrészt az ingyenes üdvösség elfogadásának az igénye és lehetősége, másrészt pedig az, hogy ezek ne olyan formában jelenjen meg, ami esetleg nem úgy befogadható, vagy nem ebben a dialógusban orientálódó, vagy orientálható. Szerintem, hogyha érvelnem kellene, akkor amellett érvelnék, hogy ebben a kulturális, a humán tudományokkal, vagy akár egzaktabb tudományokkal való dialógus, jó értelembe vett kooperáció, hogy ezek a teljesen bezáródó, a Lafon által leírt bezáródó autonómiák újra egymással, hogy mondjam,
el tudjanak kezdeni egy diskurzust. Én azt látom, hogy ha ezt a két utat bejárjuk, egy picit értelmezzük, és megpróbáljuk még a jelen helyzetünkhöz, azok a problémákhoz hasonlítani, még most itt elhangzottak, akkor szinte meg lehet határozni elég pontosan, és eléggé a praxis oldaláról, tehát a gyakorlat oldaláról is jól, hogy mi a reális feladata a teológusnak a mai társadalmunkban. Én erre fogok majd kísérletet tenni, a tanulmányomban, és akkor nagyjából egész évben, hogy ne húzzam túl az időkeretemet, én ezt itt most akkor be is fejezném, még egyszer megköszönve a figyelmüket. Köszönöm szépen. Az előadás azt a célját mindenképpen ért, hogy rettentő kíváncsiak vagyunk, hogy mi a feladata a teológusnak, úgyhogy minden bizonnyal el fogjuk olvasni a tanulmányt. Illetve azt meg azt gondolom, hogy mindannyian érezzük, hogy mennyire húsba vágó felvetések azok, amelyeket az imént hallhattuk. Kérdezném Zámbó Károly urat, hogy sikerült-e csatlakoznia. Igen. Parancsoljon, várjuk a... Elnök úr, tisztelt konferencia, az előadásom címe a jogi, vallási és erkölcsi normák összefüggése és változása korunk társadalmi változásainak fényében. Ez egy rövid referátum lenne, körülbelül egy olyan 10 perces, igyekszem benne lenni a keretekben. Abból indulok ki, hogy a társadalomban változások vannak, ennek ma is szemtanúi vagyunk mindenféle különböző változásoknak. Én úgy mondhatnám, hogy modellez, ilyen meghatározza a négy hibás államformát, amelyek a demokrácia, oligarchia, demokrácia és diktatúra. Leírja azt, hogy ez a négy hibás államforma hogyan váltja egymást ebben a sorrendben, és különösen az az érdekes a mi szempontunkból, ahogyan arról ír Platón, hogy a demokrácia hogyan alakul át diktatúrává. Platón abból indul ki, hogy a demokrácia legfőbb értéke az egyenlőség, a szabadság mellett az egyenlőség. De ha az adott államformában túlzásba viszik a legfőbb értéknek tartott szempont hangsúlyozását, az vezet át a következő hibás államformához. Tehát, ha a demokráciában az egyenlőség a legfőbb érték, ha ezt túlzásba viszik, mint például a férfi és a nő, a gazdag és a szegény, az úr és a szolga, a fiatal és idős, a tanítvány és a mester közötti egyenlőséget, az egy olyan túlzást eredményez, amelynek során megszűnik ezeknek a sajátos karaktere, és éppen ezért megszűnik a karaktere a társadalmat átjáró etikai meggondolásoknak, hogyha oda is be akarják vinni az egyenlőséget, hogyha meg akarják szüntetni a különbséget a jó és a rossz, a segítőkészség és az önzés, a becsületesség és a becstelenség között, és az így kialakult zavar oda vezet, hogy a nép diktátort emel maga fölé, vagy más megfogalmazásban a diktatúra, tehát a demokrácia így alakul át diktatúrává, és Platón külön megjegyzi ennél a résznél, hogy milyen érdekes, hogy pont az legnagyobb egyenlőségből, pont a legnagyobb szabadságból jelenik meg, születik meg a diktatúra. A társadalmi változások, azok maguk után hozzák a normák változását is, mint ahogy ezeket a változásokat Plátonnál is láttuk, Aquinói Szent Tamás foglalkozik a törvény változandóságával, hiszen a változások magukkal hozzák azt, hogy a normák is változnak. Ez leginkább a jogi normán érzékelhető, hogyha a jogi, vallási és erkölcsi norma
összehasonlításából és összefüggés rendszeréből indulunk ki, hiszen a jogi norma az jogalkotási folyamat eredménye. Azonban felmerül a kérdés, hogy van-e a változtatható, tehát pozitív jog mögött olyan ősjog, vagy olyan őstörvény, amely nem változik. Aquinói Szent Tamás szerint a természettörvény az isteni törvény leképeződése az emberben. Ez azt jelenti, hogy az isteni törvény örök, és ezért nem változik. Persze fölmerül a kérdés, hogy a természettörvény az változik. Alapvető értékeiben nem, amiben azonban mégis változékonyabb az isteni törvénynél, ahogyan az emberben megjelenik. Tehát a természettörvény változatlan értékei állnak a változó pozitív jog mögött. Ezért a társadalmi változások annyiban hívják elő a pozitív jog változását, amennyiben a megváltozott körülmények között egy társadalmi változás során a pozitív jog, a természettörvény változatlan igényeit, változatlan értékeit kívánja továbbra is védeni. A vallás és az erkölcsi normák viszonya a természet törvényhez és a pozitív joghoz. A vallási norma jelentőségét ebben a kérdéskörben az adja, amire Aquinói Szent Tamás úgy utal, hogy a természettörvény az isteni törvény leképeződése az emberben, vagyis a természettörvény által jelen van Isten a teremtményeiben. A vallási norma és az erkölcsi norma ebben az összefüggésben úgy jelenik meg, mint a természettörvény két vetülete. A törvénynek az a része, amely az ember Istennel való kapcsolatára vonatkozik, a természettörvény isteni eredetére közvetlenül rámutat. A természettörvénynek az emberek egymás közötti kapcsolatait szabályozó részét szintén az isteni törvényen alapul, az Istenre vonatkozó vallási előírásokat meghatározó normákhoz képest ez a terület látszólag kevésbé van Istennel kapcsolatban. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ez a terület az Istentől elvonatkoztatható. Ez azonban látszólagos, mivel a természettörvény alapja teljes egészében az isteni törvény, és ebben az összefüggésben a vallás és az erkölcs úgy jelenik meg, mint a természettörvény két különböző vetülete, de a közös bennük mindenképpen az, hogy az isteni törvény áll mindkettő mögött. A vallás és az erkölcs szoros összefüggése és megkülönböztetésének a nehézsége abból adódik, hogy a hívő ember a normákkal kapcsolatos alapvető döntéseit az Istennel való kapcsolatába helyezi. Ebben az esetben az erkölcsi normának az Istentől elvonatkoztatott szabályrendszert kellene tekinteni, azonban az ilyen szabályrendszer az isteni örök törvénytől való elszakadása miatt absztrakttá válhat, amely erkölcsi szabályrendszer tekintetében magának a szabálynak a kiüresedését, az értelmetlenségét és végső soron a megszűnését jelenteni. Ezzel azt mondjuk ki, hogy a hívő ember számára nincsen az Istentől elvonatkoztatható erkölcs, de ugyanakkor a nem hívő, de az igazságot kereső ember lehet erkölcsös, követhet erkölcsi normákat. Ezért az erkölcs világos megkülönböztetése a vallási normától ezért lényeges. Mind az erkölcsi, mind a vallási norma, a természettörvény és a pozitív jog között áll, hogyha a jog változásainak és a társadalmi változásokkal való kapcsolatának az összefüggésében szemléljük. A pozitív jognál, amely a változtatható, kevésbé változékony, tehát a pozitív jognál kevésbé változékony a vallási és erkölcsi norma, és
ez a kevésbé változékonysága tehát abból adódik, hogy közvetlenebb kapcsolatban van a természettörvénnyel, amely nem változik, mivel alapja az isteni törvény. Összegzésképpen tehát azt a megállapítást tehetjük, hogy a társadalomban vannak változások, és ezeket a változásokat a jog változásai követik. Ugyanakkor a törvények változásaira a változó társadalmakban azért van szükség, hogy a törvény a változások ellenére is védeni tudja azokat az értékeket, amelyek nem változnak. A nem változó értékek alapja a természettörvény, amely Szent Tamás szerint az isteni törvényből ered, amely örök törvény is ezért nem változik, a vallás és az erkölcs normarendje, ebben az összefüggésben a változtatható pozitív jog, Tamás úgy nevezi az emberi törvény és a természettörvény között áll. A vallás és az erkölcsi normák nem változtathatók a pozitív joghoz hasonlóan, de a társadalmi változások hatására némileg mégis változhatnak. Elsősorban azért, mert a természettörvénnyel való szoros kapcsolatuk révén a társadalmi változás közepette a természettörvény állandóságát kell megjeleníteniük. Tisztelt konferencia, tisztelt elnök úr, ezzel a gondolattal fejezném be a rövid előadásomat. Nagyon szépen köszönöm, és közben mosolyogtam azon, hogy mondjuk az egyetemről Tóth tanár úr mit szólna ehhez az erősen természetjogi megközelítéshez, de azt gondolom, hogy nagy előnye volt, hogy nagy értéke ennek az előadásnak, hogy tényleg objektíven világított rá szempontokra az egyes normarendek vonatkozásában. A következő előadásunk, amennyire bizonyos értelemben elvont volt Károly előadása, annyira gyakorlati lesz. Sztojolovszky Béla kollégánk fog egy nagyon konkrét projektet bemutatni. Nekünk át is adnám a szót. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Sztojolovszky Béla vagyok. Rendszerszervező, informatikus és közgazdász és nyugdíjas. Nekem nagyon régóta van egy projekt ötletem, ez most már lassan 10-15 éve, de mostanra kristályosodott ki ez az egész, és egy prezentációt én azért elindítanék. Ez a konferenciának az elején megadott kérdésekre talán egy lehetséges választ is ad. Nagyon remélem, hogy érdekes lesz, és valahogy felkelti az érdeklődését mindenkinek. Szent László út, lépjünk tovább. Mit látunk magunk körül? Egy zavaros világot, zavaros értékrendet, gyengülő kapcsolatokat. Ugye a globalisták harca a patriótákkal, a nemzeti fejlődés ellen. Jellemzői a gazdaság és a kultúra globalizálása, az egyéni szabadság mindenek felettiségének dogmakénti hangsúlyozása, romboló értékrendek propagálása, LMBTQ, meg most már egyre több betű utána, a 3T elvű közösségi hálók, médiák. 3T elv, ugye most már a különböző szociális hálók fogják és azt mondják, hogy X nem lehet, X lehet, még ez egy picit belefér. Ez pontosan ugyanaz, mint az acéli kultúrpolitika volt annak idején a szocializmusban. Érdekes dolog, de sajnos ez van. Gazdasági és kommunikációs terror, kommunikációs technológiák segítségével elhallgatás, elkendőzés, kisajátítás, álhírek, szellemi, lelki és fizikai kiközösítés, az önálló gondolkodást megölő válasz és véleménypanelek terjesztése, standardizálása. Ugye Donald Trump mondta a ENSZ közgyűlés, azt hiszem 71. ülésszakán, hogy a jövő nem a globalistáké, a jövő a patriótáké, a szuverén és független nemzeteké. Ez nagyon jól hangzik, de ezért ugye azért tisztességesen tennünk is kellene sok mindent. Itt azért még erre az első részre úgy összességében megjegyezném, hogy Barabási Albert László
a Képlet a siker törvényei című könyvében van egy nagyon érdekes mondat, és ki a megfelelő helyekre behelyettesíthet azt, amit gondol, de a világ sajnos így van, és ez most már mondhatom nyugodtan, hogy a világhírű hálózatkutató tények alapján hozta ezt ki. Ez most a művészetek területére vonatkozó már megállapítás, de ez mindenhova igaz szinte az életterületén. Kurátorok, történészek, galéria tulajdonosok, műkereskedők, ügynökök, aukciós házak és műgyűjtők láthatatlan hálózata, amely meghatározza, hogy mely műtárgyak kerülnek kiállításra a múzeumokba, illetve hogy mekkora összeget vagyunk hajlandók fizetni az egyes művekért. Ezek a hálózatok ráadásul nem pusztán azt jelölik ki, hogy mi lógjon a múzeum falain, de azt a parancsot is tőlük kapjuk, hogy mely művekért álljunk sorba, csak hogy láthassuk őket. Hát sajnos a világ most pillanatnyilag ilyen irányban van, de lépjünk tovább. Ez volt az egyik aspektus, amire szeretnék, mint egy ilyen peremfeltétel. Másik pedig itt van a KSH által közzétett hivatalos népszámlálási adatokból, azok, hogy ki milyen hitűnek, vallásúnak, stb. Tartotta magát. Nagyon érdekes, ha megnézzük, hogy a 49-et hasonlítsuk össze a 2011-el, mert ez érdekes, mert körülbelül akkor 9,2, 2011-ben meg 9,8 millió megszámolt lakos volt. 49-ben, amikor már ugye a kommunisták átvették a hatalmat, 6,5 millió ember vallotta magát katolikusnak, 2011-ben 3,8 millió. Reformátusnak 2 millió, 2011-ben 1,153 millió. Evangélikusnak 300 000, most 215, stb. Ami nagyon fontos, egyébnek, és az egyébbe tartozik az összes többi kisebb-nagyobb gyülekezet, illetve azok, akik nem hívők, vagyis ateisták, vagy nem válaszoltak. De ez 49-ben 85 ezer ember volt, 2011-ben meg 4,686 millió. De még érdekesebb az, ha 2001-et nézzük. 2001-ben még 2,698 millió tartozott ebbe a csoportba, most pedig ugye 10 évvel ezelőtt 4,686 millió. Na most még egy érdekes, idén vagy a jövőre lesz népszámlálás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek az adatok hogy változnak. Tehát valamit lépnünk kell, mert rossz irányba megy el ebből a szempontból is a világ. Hogy milyen megoldások lehetnek, hát ehhez azért vannak bizonyos útmutatók, ebből egy töredéket a közel most már ilyen 50-60 diás előadásból mutatok be párat csak. Második János Pál pápa, szükségünk van megtalálni Isten, de őt nem találhatjuk meg zajban és nyugtalanságban, Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok a fű csendben növekszik, nézzétek a csillagokat, a holdat és a napot, ahogy csendben haladnak, szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelkeket. Ez volt az egyik ilyen fő szempont, aztán a másik pedig Ferenc pápának az 2019-es beszédéből Rómában, az egyháznak ismét be kell vetnie magát a forgatagba, és közelednie kell az emberekhez. Arra vagyunk hivatottak, hogy találkozzunk másokkal, beszéljünk egymással, odafigyeljünk az életünkre, és meghalljuk segélykiáltásukat. Ilyen módon a városba és a templomba is friss levegő árad, és azt kell a kívánság, hogy ismét kimenjünk az utcákra, és túllépve a szembenállás és határok régi logikáján igazságos és testvéri együttműködést építsünk ki. Szent László út tovább is. Ugye a szimbólumalkotó képesség különbözteti meg az embert az összes többi élőlénytől, ezt teszi lehetővé, hogy kultúrája legyen. Most a globalizálódó világunkban nagyon fontos, hogy a nemzeti kulturális örökségünket koncentrált formában bemutassuk, oktassuk a jövő nemzedék épülésére, szellemi-lelki tudatformálására. A cél elérését segíthetné egy a magyar kereszténység első és ma is meghatározó emlékhelyeit vagy helyeit összekötő tematikus zarándokút.
ez lenne a Szent László út, aminek a történelmi hátterét én úgy gondoltam végig, hogy Győrtől Tihanyig, ha végig megyünk, Győr, Pannonhalma, Bakonybél, Zirc, Veszprém, Tihany, ez gyakorlatilag mind a magyar korai kereszténységnek az emlékhelyeit és helyeit tartalmazza. Mindenütt van tudományos háttér, hiszen ott vannak a felsőoktatási intézmények, a hittudományi és a világiak is, és ott vannak az apátságok, stb. Ez lenne az az út, ez durván autóval egy olyan 120 kilométeres út, amit sokféleképpen meg lehet majd tenni. Meg lehet tenni gyalogosan, ahogy látható a bal oldalon, meg lehet tenni kerékpárral, meg lehet tenni autóval, és meg lehet tenni részben vonattal. Ezen az úton, ha végigmegyünk, hogy ki mindenki kapcsolódik ezekhez a településekhez, amik itt találhatók, hát nem győzzük felsorolni, és ez még azt hiszem csak a töredéke, ha itt mindenki látja, hogy ki mindenki jön szóba. Ezeknek az embereknek, szenteknek, boldogoknak az élete, az életműve, a múltja, mindene hatalmas példa. Tehát ebből csak szépet, jót lehet tanulni, nagyon jó dolgokat lehet végezni. A Szent László út az egy olyan út, amelyet gyalogosan, kerékpáron, lovas, vonat, autó, kirándulás, táborok, zarándoklatok módon lehet megtenni, ami a testi, a lelki és a szellemi épülést is szolgálja, és aki ezen az úton végigmegy akármilyen formában, az gyakorlatilag más emberként fog az út végén kijönni, akár lentről fölmegy, akár föntről le. Itt a szellemi megújulás, testi megújulás, lelki megújulásnak a lehetőségei találhatók meg. Ezek már jó része meglevő attrakció, vagy meglevő lehetőség, amiket gyakorlatilag csak integrálni kell, hogy ez működhessen. A szervezeti felépítése az egy alapítványi forma lenne, amihez kapcsolódnak teljesen egyéni módon egyházi szervezetek, vállalkozások, egyesületek, alapítványok, önkormányzati szervek, stb. És közösen az ő programjukat is, mint egy fedő alá betéve, ernyő alá betéve népszerűsíteni ez a rendszer, és az egészet egy egységgé tudná formálni. Nyilvánvaló rengeteg szervezés kell ehhez, rengeteg dolgon végig kell még menni, de nagyon fontos az, hogy az üzenet az, hogy a Szent Istváni, Szent Lászlói szellemiséget tükrözze. Szent is László azért lett kiválasztva, mert ő mind a szellemi, mind a lelki, mind a testi, hiszen lovag volt, erős ember volt vonalon, igazi példakép. És szeretnék még egy utolsó dolgot megemlíteni. Anna Wallis, a White House Writers Group egyik igazgatója írta, visszakanyarodok most a legelejéhez ezzel, hogy a nemzetek feletti NGO-kat egyebek mellett azt köti össze, hogy gyűlölnek mindent, ami hagyományos és nemzeti. Szerinte az a megoldás, hogy létre kell hozni a velük párhuzamos szervezeteket. Egy pillanat. Igen. Jobb szervezeteket. Szűnjenek meg főáram lenni, és legyen belőlük csak baloldali árna, ne csak baloldali árna, pedig alakítsuk ki a saját magunkat, fogalmazott. A Szent László út gyakorlatilag egy ilyen nemzeti keresztény érzékenyítő túra lehet. Oké. Pauza, szer, jó. Úgy. Oké. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani röviden. Ez egy sokkal nagyobb anyag, tehát nehéz. Mi köszönjük szépen, azt gondolom, hogy a munkabizottság nevében is mondhatom, hogyha mi ebben együtt tudunk működni, vagy segítségre tudunk lenni, akkor nagyon szívesen tesszük, mert ez tényleg egy szép gyakorlati megvalósítása lehet annak, amiről ma a nap folyamán beszéltünk. A főiskolához is, a hittudományhoz, hiszen úgy tudom, hogy ők tervezik, hogy egyház
olyan szakot, egyházturisztikai szakot terveznek indítani, tehát ez szinte egy jó mintapélda is lehet ennek a végigvitele. Így van, de Elektor úrnak ajánlanám is majd a figyelmébe külön is ezt az előadást ebből a szempontból is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dalman Kristóf urat kérném föl az előadása megtartására. Kristóf? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a konferencián. Dalman Kristóf vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, illetve a Pécsi Tudományi Egyetemen folytatom tanulmányaimat, és Birhert tanár úr hívott meg erre a konferenciára, hogy számoljak be egy kicsit a kutatási területemről. Szeretnék nem visszaélni a konferencia részvevőinek türelmével, ezért bele is vágok ebbe a gyors összefoglalásba. Előadásom címeként egyfajta kicsit ilyen figyelemfelkeltő címként az Ignáci pedagógia jelentősége a 21. században címet választottam, ami jelentősen kapcsolódik évek óta folytatott, illetve jelenleg is folytatott kutatásomhoz, egyháztörténeti, pedagógia történeti kutatásomhoz, ami jelenleg a Pécsi Tudományi Egyetem neveléstudományi doktori programjában valósul meg. Elsődlegesen a Magyarországon 19.-20. században működött jezsuita fenntartású oktatási nevelési intézményeknek a történetét vizsgálom, azzal a céllal hosszú távú outputot úgy határoztam meg, hogy egyfajta gyakorlati útmutatót lehessen kézbe venni a 21. században ahhoz, hogy milyen jelentősége lehet a Loyolai Szent Ignác által, illetve a jezsuiták által megalkotott pedagógiai didaktikai formáknak, illetve az ignáci emberképnek, az ignáci pedagógiának, nem csak a katolikus, 21. századi katolikus oktatásban, de akár a világi köznevelésben is. Igen, most a kutatási kérdéseimet nem fogom részletesen bemutatni, hiszen ez most nem egy akkora hosszúságú terjedelmű előadás, viszont amire mindenképpen fontos kitérnem, hogy a jelenlegi pedagógiai értelmezésünkben ugye kompetenciák alapján határozzuk meg a nevelés céljait, a nevelésnek a különböző aspektusait, és azon belül legfontosabban talán a szociális kompetencia az, amiben az ignáci elvek alapján tud tanácsot és gyakorlati példákkal szolgálni a jezsuita történeti írás, illetve a jezsuita oktatásnak a története. Sajnos a szociális kompetenciára még nincsen olyan univerzálisan elfogadott definíció, amit ki lehetne emelni. Jelen diára kiemeltem pár megközelítést. Summa summarum, a szociális kompetenciában minden olyan érték beletartozhat, ami az egyént lehetővé teszi, hogy egy szociális környezetben hatást tudjon elérni, illetve be tudjon illeszkedni. Az eddigi előadások során többször felmerült, hogy a jelenkorunknak és az előttünk álló jövőnek is igen nagy kihívása, hogy hogyan tudunk egymással kooperálni. Úgy gondolom, hogy a Szent Ignác által megfogalmazott, illetve a testvérei, a jezsuiták által megfogalmazott eszmei képek segítséget nyújthatnak ebben. Nagyon gyorsan csak, hogy hogyan is épül föl a kutatásom, elsődlegesen kiadott dokumentumokat elemzek benne, illetve az ország számos egyházi, illetve állami fenntartásban lévő
közgyűjteményében levéltárában végzett levéltári kutatást. Nagy valószínűséggel a jezsuitákat, illetve Szent Ignác alakját senkinek sem kell itt a munkabizottságon belül bemutatnom. 16. században élő és alkotó baszk nemesről, nemes és származású emberről beszélünk, aki egy csatában szerzett sebesülése után tért meg, és fordult Isten felé, és gyűjtötte maga köré a hozzá hasonlóan, Istenről hozzá hasonlóan gondolkodó kortársait, akikkel először egy baráti társaságot, egy társulatot alakítottak, majd ugye Jézus Társasága társulata néven szerzetes rendet alapítottak, akik nagyon hamar az egész világra kiterjedő oktatási nevelési hálózatot alkottak meg. Itt ezen a dián felvillantom, hogy mik azok a fő szabályzó, illetve leíró dokumentumok, amik alapján megfogalmazzuk a jezsuita nevelés alapértékeit. Ugye itt elsődlegesen Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvéből kell kiindulnunk, de egészen a közelmúltban, 1992-ben is jelent még meg a jezsuita rend római központjában olyan dokumentum, az Ignáci Pedagógia címmel, ami már nem előíró tantervi szinten, hiszen szekuláris oktatás keretei között erre nincsen lehetőség, de egyfajta irányvonalként segíti a jezsuita fenntartásban lévő iskolákat a pedagógiai értékek továbbításában. Következő diámon röviden szeretnék beszámolni, hogy mik is a jezsuita nevelés értékei. Ugye a legfőbb értéke egybeesik a rend jelmondatával, miszerint omnia ad majorem dei gloriam, tehát mindent Isten nagyobb dicsőségére kell tennünk, és úgy kell cselekednünk, ez kell az oktatás középpontjába is kerüljön. A szociális kompetenciát jezsuita oktatásban tanórákon kívül, illetve a kollégiumi és szabadidős programok során is lehet gyakorolni, és itt szeretnék majd egy némi példát adni, hogy hogyan lehet, milyen párhuzamot lehet találni az állami köznevelés keretei között is. Itt most nem mutatom a konferencia résztvevőit ennek a táblázatnak az elemzésével, ezért tovább is megyek és rá is térek, hogy elsődlegesen az iskolai színjátszás, illetve a nyelvi akadémiák, vagy hogyha úgy tetszik, akkor önképzőkörök, szakkörök, azok, amik nem csak és kizárólag a rendi és egyházi fenntartású iskola keretein belül adhatnak egy plusz segítséget a résztvevő diákoknak, hiszen ugyan a nemzeti alaptanterv, hogyha Magyarországot nézzük, a nemzeti alaptanterv valamilyen szinten azért keretek közé szorítja a lehetőségeket, de a legújabb 2020-as változatban már 80%-ban lett csak kifejezve a törzsanyag, 20%-ban a pedagógus döntheti el, hogy hogyan használja föl a rendelkezésre álló időt, és erre akár én úgy gondolom, hogy az önképzőköri forma, mint például ezen a dián példaként hozott, Pécsi Pázmány Péter önképzőkör, ami a 20. század elején működött, kifejezetten jó hatással lehet a diákok vitakultúrájának, önszerveződő képességének, demokráciára nevelésének, illetve természetesen a történelmi és kulturális hagyományok őrzésének elmélyítésére is. Ugye ezt csak egy példaként hoztam itt utolsó diák egyikére,
ma Magyarországon csak egy intézményben folyik jezsuita oktatás, ez ugye a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Miskolcon, azonban, hogyha mélyebben belegondolunk a pedagógiával, pedagógiában, oktatásban munkálkodó szakemberek, az elmondottak, illetve egyéb tudásuk alapján igencsak könnyen ráébredhet arra, hogy a jelenlegi oktatásunknak jelentős része származik a jezsuita rend, illetve számos más egyházi intézménynek az alap értékei, alap elvei mentén. Úgy gondolom, hogy ezeket az értékeket fenn kell tartani, és továbbiakban is erősíteni is kell. Dolgozatomban is majd erre szeretnék példákat hozni, hogy milyen módszerekkel, milyen körülmények között lehetne a 21. században akár ignáci szellemiség mentén a állami intézményekben is oktatni. És ezzel szeretném megköszönni a konferencia figyelmét és visszaadni a szót a vezető elnök úrnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy a mai napon egy kiváló konferencián vehettünk részt mindannyian. És most pedig akkor átadnám a szót a résztvevőknek, elérkezett a kérdéseknek, vitának, hozzászólásoknak az ideje. Feri? Nem hallunk, Feri. Egy pillanat, igen. Most lehet hallani? Igen, most lehet. Jó. Igazából egy megjegyzést köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a nagyon színvonalas konferencia előadásokat. A Béres Tamás és a Sebestyén Józsefnek volt szerintem egy kis félreértése a re-szakralizációval kapcsolatban. Úgy tudnélék, én a Tamásnak a hozzászólásából azt vettem ki, hogy ezt a Bonhoeffer elutasítaná, azzal, hogy a szekuláris értékrendnek vissza kell adni a maga jogosultságát, illetve a rektor úrnak pedig azt vettem ki a szavaiból, hogy egy szekularista környezetben is hangsúlyozottan szekularista, vagyis nem pusztán szekuláris, hanem a vallásosságot zsigerből elutasító kontextusban a szentségnek a jogát is vissza kell adni. Én azt gondolom, hogy ha Krisztusra visszamegyünk, aki valóságos Isten és valóságos ember, ahogy ez Bonhoeffer is ugye hangsúlyozta, hogy a krisztológiai megújulás, azt gondolom ez lehet a helyes minta, vagyis megadni az Istennek, ami az isteni, ami az embernek, az emberi, az államnak, ami az állami, az egyháznak, ami az egyházi. Tehát egy kiegyensúlyozott szemlélet, ami mind a két fél, a szakrális és a szekuláris világnak is megadja a maga létjogosultságát, az vezethet itt eredményre. Ami egyébként egy nagyon, nagyon komoly feladat, és azt gondolom, hogy a kontextus sem mindegy, tehát egy erősen ellenszélben kell dolgoznunk. Tehát ilyen értelemben nagyon fontosnak tartom a szekuláris és a szekularistának a tisztázását és a szem előtt tartását. Köszönöm. Köszönöm. Rektor úr? Köszönöm szépen az észrevételt Feri atyának. Valószínűleg, hogy ügyetlenül fogalmaztam, én arra gondoltam, vagy arra utaltam volna, hogy ez egyfajta missziós tevékenységeként kellene, hogy megjelenjen a képzőintézményeknek, ítéleti képzőintézményeknek és az egyházak, tehát a reszakralizáció, mint egyfajta missziós meg oktatási feladat. Én ezt így értelmeztem, nem tudom, hogy akkor ezzel jobb nyomon vagyunk-e. Akkor még tanár úr, hogyha magamnál tarthatnám a szót, szeretném még egyszer megköszönni a Veszprém Érseki Tudományi Főiskola nevében nektek, hogy megszerveztétek a mai alkalmat, illetve a résztvevőknek azt, hogy elfogadták a meghívást, a felhívásunkat, és hát én is örömmel meg izgatottsággal várom a kiadványt. Tényleg nagyon komoly gondolatébresztő előadások hangzottak el, és hát ezeket a magam részéről szeretném hasznosítani képzőintézményi szinten, apró pénzre váltani úgy, hogy ezek be tudjanak épülni akár egy graduális, akár egy posztgraduális képzésbe,
és hát azok a kérések, amelyeket munkabizottsági elnök úr Nándi így hozzánk intézett, mint főiskolához, hogy ugye kerüljön be többek között vagy a főiskola vegye fel a kapcsolatot, akár így a felekezet közi együttműködések kapcsán, vagy bármilyen olyan közös kezdeményezés, közös gondolkodás kapcsán, amelyek elhangzottak. Ezekre természetesen nyitott vagyok, és várom a mélyen tisztelt és elkötelezett kollégák, munkabizottsági tagok felajánlását, jelentkezését. Úgyhogy köszönöm szépen a főiskola nevében, hogy mi is megjelenhettünk ezen a fórumon. Akkor nagyon szépen megköszönöm én is. Mindenkinek további szép délutánt kívánok, és tényleg tisztelettel kérek mindenkit, hogy a munkabizottság ügyét is igyekezzünk előrevinni, hiszen sokat fogunk találkozni, vagy sokat találkozunk különböző fórumokon, különböző helyeken, és ez a sokszori találkozás, ez szövődjön össze valami olyannál, ahol a Teológiai Munkabizottság küldetése meg tud jelenni. Köszönöm szépen, szép délután mindenkinek!